Szóval még egyszer üdvözlök mindenkit, majd innen vágjuk be a dolgot. És azért látom, most már tényleg ilyen kemény mag marad csak, úgyhogy most egy kicsit talán ilyen szempontból is így technikaibb lesz, de abból a szempont mondjuk itt tényleg fontos dolgokat fogok elmondani, hogy az, amit a múltkor elmondtam, az mennyire egyrészt egy általános problémakörre vezet, és hát ugye webben is sokan csinálják azt, hogy gyűjtenek adatokat, mert mondjuk az úgyis névtelen, és ebből nem lehet probléma. Egyszerű statisztikákat. Igazából, amiről most fog beszélni, az arra fog majd rávilágítani, hogy ez miért nem igaz. És ugye általában jövő egyébként nagyon sok szolgáltatás esetén, amiben mondjuk adatgyűjtésről van szó, meg ezeknek a felhasználásáról milyen problémák jöhetnek elő, erről is lesz most majd szó. Az előadásnak az első részében arról szeretnék majd beszélni, hogy mik azok a tipikus privacy problémák, amiket így, ahogy jöttek ezek a különböző nagy adat felhasználások, amikkel itt találkoztunk, és én példákon keresztül szeretném felvezetni, hogy mennyire is nagy a probléma és a kihívás a privacy kutatók előtt. Utána röviden szeretnék mutatni néhány olyan megoldást, amivel rendelkezünk, de azért erre a két témakörre azt gondolom, hogy úgy lehet, ezt a két témakört úgy lehet jól jellemezni, hogy 2010 előtt még az egyik nagy Google szakember, egyik nevesebb Google szakember azt mondta, hogy hát a következő évtized az a data science-nek az évtizede lesz, és azok a szakemberek, akik ehhez értenek, azok nagyon keresettek lesznek. Ebbe igaza is lett, ha jól tudom, ez olyan 2008-2009 körül mondta, és valóban nagyon sok olyan alkalmazás, meg szolgáltatás van, hogy gyűjtik az adatokat, és ezeket használjuk is, viszont ezek nagyon komoly privacy problémákat vetnek föl. Viszont amivel én kiegészíteném azt, amit mondott, hogy nem csak a data science-nek mondjuk az évtizede van, hanem az ehhez kapcsolódó privacy problémák évtizede is, és gyakorlatilag mondjuk inkább ott tartunk, hogy vannak alkalmazásaink, megoldásaink arra, hogy ezt private módon tudjuk használni, ezeket az alkalmazásokat, arra a megoldásaink nincsenek, inkább csak ötleteink. Úgyhogy kicsit ez a dualitás jellemzi ezt a kettőt, úgyhogy ilyen megoldásokban én nagyon nem is másznék bele, meg fogom mutatni, hogy milyen megközelítések vannak, és egyik másikkal mi a probléma. Utána pedig szeretnék egy konkrét példát mutatni, ez a disszertációmnak a témájához is kapcsolódik, hogy közösségi hálózatokban miért vagyunk azonosíthatóak a kapcsolatrendszerünk alapján, és erre konkrét algoritmust is szeretnék mutatni nektek. Aztán pedig arról szeretnék majd beszélni, hogy hogyan lehet ezzel ellen védekezni, és hogy ez miért nehéz. Igazából ezt szeretném majd demonstrálni. Aztán egy-két érdekességet elmondani ezzel kapcsolatban, hogy milyen más olyan modern, korszerűbb algoritmusok vannak még azon kívül, amit majd bemutatok, és akkor utána pedig elmondom ennek a témakörnek a konklúzióját, hogy látom a következő időszakot. No, hát erre a számítógépre továbbra se került fel az a fontkészlet, amit használtam a szlájdoknál, de már legalább tudjuk, hogy ez melyik font, de még akkor úgy látszik, lesznek majd lehet ilyen dolgok. Hát nézzük meg akkor először is, hogy beszéltünk arról, hogy ha van egy nagy adatra épülő alkalmazás vagy szolgáltatás, akkor van-e privacy-e azoknak, akik ebbe belekerülnek, vagy használják ezt a szolgáltatást. Ugye számtalan ilyen szolgáltatással találkozhatunk. Vannak a klasszikus szolgáltatások, mint mondjuk a Google is ugye ezzel kezdte, hogy gyakorlatilag a webet elkezdte indexelni, és kereshetővé tette, talán ez volt az egyik első ilyen klasszikus big data alkalmazás, de aztán megjelentek a közösségi média szolgáltatások, amiknek már gyakorlatilag az üzleti modellje is erre épül, ugye itt nagyon könnyű példákat mondani, mint például a Facebook. Aztán vannak olyan más jellegű szolgáltatások, amik nem a közösségre építenek, de használják azokat az adatokat, amiket a felhasználók állítanak elő, például ugye szavazatok alapján, és akkor mások szavazatainak, meg ajánlásnak a felhasználásával próbálnak meg pontosabb javaslatokat tenni az embereknek. Ez is ilyen rendszer. Múltkor pedig volt szó ugye különböző ilyen webtracking témákról, mint mondjuk az új lenyomatozás, az is ide tartozik, és ugye általában véve a webben nagyon sok olyan szolgáltatás van, ami megpróbálja így az üzleti működést támogatni, megmondani, hogy egy felhasználó az miért tett meg valamit, vagy miért nem tett meg valamit, hogyan lehet a felhasználókat rávenni arra, hogy tovább eljussanak mondjuk egy termék megrendeléséig, meg más hasonlók. És igazából rengeteg olyan
alkalmazás van, tehát ezt így lehetne összefoglalni, ami gyakorlatilag arra épít, hogy az emberekről gyűjtenek információkat, és ezt valahogy használják, és most már egyre inkább azt látni, hogy ez nem csak mondjuk a weben jelenik meg, hanem az okostelefonok, meg más ilyen dolgok, mint hordható technológiák, meg ilyenek segítségével gyakorlatilag kezd kilépni a fizikai világba, vagy mondjuk ott vannak például az ilyen kísérletek, ami most a Facebook is már egy ideje benne van, hogy megpróbálnak offline adatbázisokat hozzákapcsolni a saját adatbázisukhoz, és akkor így pontosabb profilt felépíteni azokra az emberekre, akik fönt vannak a Facebookon. És akkor nézzük meg, hogy mennyire anonim valaki egy ilyen adathalmazban, mert az a naiv megközelítés, hogyha van egy nagy adatbázis, és oda bekerült mondjuk róla valami információ, akkor igazából az úgyis el fogod tűnni, hiszen én csak egy vagyok a sok közül, és ez nem fog számomra privacy problémát okozni. És igazából ezt szeretném megcáfolni most a következő diasorokkal, és azt akarom megmutatni, hogy sajnos ennek pont az ellenkezője igaz. És hát itt egy ilyen kontextusban, amikor ilyen adatbázisok vannak, akkor ugye az anonimitást azt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy vannak olyan attribútumai az egyes embereknek, vagy entitások, akik benne vannak ebben az adatbázisban, és az ő attribútumaik valahogy beazonosítják ezeket az embereket. Például, hogyha valakikről csak azt tudjuk, hogy mondjuk milyen szín a kedvencük, és tudjuk a korukat, akkor hogyha tudjuk, hogy Pistike benne van az adatbázisban, és tudjuk azt, hogy ő hány éves, mondjuk 6, akkor tudjuk azt a szint is, amit mondjuk titokban nagyon szeret, de nem akarja senkinek megmondani. Viszont, hogyha van két ember, akinek az életkora az ugyanannyi, akkor abban az esetben van egy ilyen kettő méretű anonimitási halmaz, és akkor nem tudjuk megmondani, hogy valakinek mi a kedvenc színe, csak mondjuk bizonyos valószínűséggel. Nyilván ez is információ lehet mondjuk adott esetben, de mert mégiscsak valamennyire elfedi a valóságot. Na hát nézzük meg ezt egy kicsit konkrétabban. Múltkor már mondtam egy példát, hogy az 1990-es USA-beli KSH-s, most mondjuk így leegyszerűsítve adatok felhasználásával megnézte egy amerikai kutató, hogy néhány nagyon egyszerű demográfia adat, mint mondjuk az irányítószáma, a nem, illetve a születési dátum, az mennyire azonosítja az embert, és azoknak az adatoknak a segítségével ő azt találta, hogy gyakorlatilag a lakosságnak több mint 85%-a, 87%-a azonosítható ilyen módon, ami ugye azért egy érdekes föltés, hiszen mondjuk 10 évvel ezelőtt, ha valaki elment mondjuk a nyugati aluljáróba, és oda mentek hozzá, lehet, hogy azt mondták, hogy van egy névtelen kérdőív, és akkor néhány kérdést föltennének. És ugye pont ezek azok az adatok, amiket tipikusan megkérdeztek, hogy mégis mi az irányítószám, az életkort, ugye azt meg lehet mondani, meg hát a nemet is általában. És hát ebből látszik az, hogy hát annak ellenére, hogy ez egy névtelen kérdőív volt, mégis nagyon jól beazonosította az embert. Arról nem is beszélve mondjuk, hogyha 10 évvel ezelőtt már volt ivív, ha jól tudom, nem tudom, mikor indult ugye valaki ezt. 2004-ben már volt azért, nem? Valahol körül indulhatott egyébként. Ugye a Facebook is akkor kezdte így bontogatni igazán a szárnyait. De mondjuk, hogyha lett volna akkor egy olyan Facebook, mondjuk, mint ami ma van, ugye ezt a néhány információt viszonylag hamar vissza lehetett volna keresni mondjuk egy Facebookon, és akkor hamar meg lehet találni, hogy ki volt az, aki ezt a névtelen nyilatkozatot tette, és pont azért, mert nagyon valószínű, hogy nem nagyon lenne másik olyan ember, aki ugyanezekkel az attribútumokkal rendelkezne. Aztán 2000-ben volt egy másik felmérés, ami megismételte ezt a kérdés feltevést, hogy ezek az adatok mennyire azonosítják az embereket. Itt már egy kicsit más szám jött ki a végére, de én azt gondolom, hogyha most megnézzük, hogy ez 64% és ez pedig 87%, mind a kettő jól mutatja, hogy már néhány nagyon egyszerű adat is nagyon jól tudja azonosítani az embert, pedig ugye pont az lehetne az alapfeltevés, hogy hát ott van rengeteg ember, most akkor ha ebbe berakunk valakit, akiről tudjuk ezt a néhány információt, akkor el kéne, hogy tűnjön ebben az adathalmazban, és hát látszik, hogy ez mégsem így van. És hát az a helyzet, hogy ahogy elkezdünk menni a technikai irányokba, amikor még több adat áll rendelkezésre, egyébként azt lehet látni, hogy ez nem igaz, ez a feltevés, és erre szeretnék néhány frissebb kutatási eredményből mazsolázni néhány példát. 2009-ben volt egy felmérés, ahol szintén amerikai adatokat vizsgáltak, és körülbelül 1500 főből álló cellákra osztották föl a teret, és azt nézték, hogyha tudjuk valakiről, hogy melyik cellában lakik és melyik cellában dolgozik, akkor ez az információpár őt mennyire azonosítja be. És ebben az esetben, ugye ez egy kicsit kisebb fajsúlyú információnak tűnik adott esetben, mint amiről az előbb volt szó. Azt találták, hogy az eseteknek 5%-ában ez teljesen egyedileg azonosító, de
az átlagos anonimitási halmaz, az 20 méretű volt, ugye, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag általában véve legfeljebb másik 19 ember volt, aki ugyanott lakott és dolgozott, mint én. És hogyha ezt mondjuk hozzáveszünk azt, hogyha néhány nagyon aprónak tűnő információt megtudunk már az emberekről, olyan egybites információt akár mondjuk, hogy férfiről vagy nőről van szó, ugye ez már felezi ezt az értéket tipikusan. Tehát, hogyha más ilyen dolgokat is még mellé tudunk rakni, akkor az nagyon jól behatárolja az ember. És hát azt gondolom, hogy ez jól előrevetíti, hogy lehet, hogy mondjuk valaki álnéven használ, mondjuk például egy ilyen location-based service-t, gyakorlatilag, ha oda fölkerül néhány ilyen helyzetinformációs adat, akkor nagyon hamar egyedileg azonosítható lesz az alapján, vagy akár kiderülhetnek róla olyan dolgok, amiket mondjuk nem szeretne, tehát mondjuk egy-egy ponton megfigyelik az ismert útvonalán, és akkor onnantól kezdve ki lehet keresni az adatbázisból, hogy ő egyébként még merre szokott menni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a probléma, ez egészen előremutató, ez amit ők találtak. Másrészt azért azt is hozzá kell tenni, most erre egy külön nem fogok majd kitérni a későbbiekben, de ugye ott vannak például az Uber, meg más ilyen szolgáltatásokkal pont pedzegetik is azt, hogy gyakorlatilag ki és hogyan fér hozzá nagyon sok ilyen jellegű információ, hogy ki merre közlekedik, meg hasonlók. És hát gyakorlatilag ez egy nem megoldott probléma, hogy valahogy úgy kezeljünk ilyen helyzeti információkat, vagy akár útvonalakat, amerre a felhasználók mozognak, hogy az private módon kiadható legyen. Vannak megoldások, majd én is fogok mutatni egyet, de gyakorlatilag ezek rész megoldások, és egyszerűen nincsen olyan séma, amit mondjuk egy ilyen Uber jellegű szolgáltatásra rá lehetne húzni. Jó. A klasszikus példája annak, hogy mennyire jól vagyunk azonosíthatóak adatbázisokban, az 2008-ban mutatta meg egy cikk, majd ennek is a végén egyébként ott lesznek a hivatkozások. És az alap gondolat az abból indult ki, hogy a Netflix az kiadott egy viszonylag nagy méretű, jól emlékszem, talán 500 000 felhasználóból álló névtelen adathalmazt, és elmondták, hogy tök jó, kiszedtük a felhasználói azonosítókat ebből az adathalmazból, nem kell attól félni a felhasználóknak, hogyha mondjuk ők olyan tartalmakat értékeltek, amit amúgy nem vállalnák fel a barátaik vagy mások előtt, akkor sem sérült az ő privacy-jük. És ezeknek a kutatóknak az volt az ötlete, hogy hát jó lenne valahogy megmutatni, hogy annak ellenére, hogy ez egy naív módon anonimizált adathalmaz, mégis a felhasználók döntő többsége az kompromittálható, és hát ezáltal ugye olyan dolgok derülhetnek ki valakiről, amit mondjuk mások előtt nem vállalt föl, ugye ez lehet akár mondjuk ilyen szexuális tartalmú filmeket értékelt valaki ebbe az adathalmazba, vagy mondjuk akár mondjuk vallásit, és ezt a munkahelyen mondjuk tudja, hogy nem tolerálják, főnöke vagy a munkatárs, vagy akár bármi más dolog lehet. És igen, és hogy egyébként miért került ki ez az adatbázis, ugye a Netflix ugye filmeket tesz lehetővé, hogy azt le lehessen tölteni, és kiírtak egy 1 millió dolláros versenyt, hogyha valaki tudja vitani az ő ajánló algoritmusokon, akkor és a legjobb persze a versenyben, akkor ezt az 1 millió dolláros fődíjat megkapja. Na most igazából ezt az adathalmazt akarták kompromittálni a kutatók, és hát ezt sikeresen is tették, és nekik az volt az ötletük, hogy hát vegyük akkor mellé a publikus és ismert IMDb szavazatokat, és próbáljuk meg összevetni az egyes felhasználókat az egyikben és a másikban. Megnézzük, hogy mondjuk egy felhasználó mikre szavazott, és hogy nagyjából mikor, és megnézzük, hogy van olyan felhasználó, aki nagyjából ugyanakkor szavazott, és szavazat is timmel, illetve magának ennek az ideje. És hát ők azt találták, hogy az eseteknek nagy részében, 99%-át jelenti a felhasználóknak, valóban meg lehet találni így az embereket a Netflixes adathalmazból, és gyakorlatilag, hogyha valakinél már látható 8 ilyen szavazás, akkor abból még ha kettő hibás is, és hogyha a dátumok is relatíve eltérnek, tehát mondjuk szavazott az egyik helyen hétfőn, a másik helyen pénteken, akkor is meg lehet találni az illetőt. Most ugye persze ez a támadás annyiból még korlátozott volt, hogy ők nem szedték le a teljes IMDb-t, hanem csak megmutatták esetekre, és aztán statisztikailag az volt a konklúzió, hogy ezt meg lehetne csinálni az eseteknek 99%-ában, de az az alapelve egyébként, amit követtek, utána
azok a támadások, amik már ezt nagy mértékben tényleg meg tudták csinálni, tehát még tényleg akár egy 500 ezeres méretű adathalmaz kompromittáltak, ugyanezekre az alapelvekre épültek, amit ők is alkalmaztak itt ebben az esetben. És igazából itt az alapgondolat az az volt, hogy hát vannak olyan filmek, amiket mindenki megnéz, vannak olyan filmek, amiket nagyon kevesen néznek meg, de van ez a középmező, ami jól darabolja fel azt a populációt, aki szavazott a filmekről, és hogy ezeket meg lehet találni, akkor ugye ezeknek a segítségével már jól azonosíthatóvá válnak az emberek. A múltkor beszéltem arról, hogy volt egy olyan ilyen információs szivárogtató technika, amit history stealingnek hívtak, és mondtam, hogy ezt végül egy kutatók által konstruált módszer után tette tiltólistára a Firefox, aztán a többi böngésző gyártó, és ez az a cikk, amire akkor utaltam. És ebben a cikkben azt mutatták meg, hogy ha valakiről tudjuk azt, hogy milyen közösségi hálózati csoportoknak a tagja, akkor annak segítségével az illető nagyon jól azonosítható. Csak azt csinálták, hogy vették a Xing közösségi hálót, ahol akkoriban 8 millió user volt, leszették a csoporttagságokat, és megnézték, hogy a csoporttagságok azok mennyire jellemzőek az egyénekre. Ez az embereknek 42%-át egyedileg is azonosította, az, hogy milyen csoportokba volt feliratkozva, de általában itt elég kicsi volt, 3 alatt volt az átlagos anonimitási halmaz a usereknek a döntő többségére, ami azt jelentette, hogy ha valakiről lehetett tudni, hogy milyen csoportokban lehet benne, de úgyhogy nem ismerjük az ő profilját, akkor erre rákeresve a közösségi hálózat, hogy akkor legfeljebb átlagosan 3 másik találatot lehetett kapni, és ugye megint csak, ha mi itt hozzáteszünk mondjuk egy életkort például, akkor ez már gyakorlatilag egyre szűkíthető ez a halmaz. És ennek a szépsége az az volt, hogy ők arra jöttek rá, hogy ezeknek a csoportoknak a Xingen egyedi URL-je van, és a history stealingnek a segítségével írtak egy algoritmust, amivel le lehetett detektálni azt, hogy valaki milyen csoportoknak az oldalain járt a közösségi hálón belül, ami azt jelentette, hogy ha valaki leszette ezt a közösségi hálónak az adatbázisát egy crawlerrel, és utána mondjuk ezt elkezdte használni egy teljesen független oldalon, mondjuk egy indexen, vagy valami más híroldalon, abban az esetben gyakorlatilag egy ilyen history stealing-es ilyen detekcióval meg lehetett mondani, hogy az aktuális látogató, aki ugye teljesen névtelenül tévedt el az oldalra, melyik közösségi profillal rendelkezik. És hát ennek lett végül az eredménye, hogy history stealing-et azt betiltották, nem sokkal a cikk megjelenése után. Nem is tudom, most itt nem látom ezen, de talán ez egy a márciusi blogpost lehet, ahol pont ezt írták ki a Mozillának a blogján, és hát azóta is ez nem elérhető, de a múltkor, hogy említettem, azért vannak alternatív megoldások, csak azok kicsit nehézkesebben használhatóak. Egyébként többek között ez az előző eredmény is, hogy kutatók megmutattak egy problémát, és erre ez volt a válasz a böngészőgyártók részéről, hogy akkor ezt befoltozták, ez minket is motiválta arra, hogy mi is, ha találunk ilyen gyengeségeket, azt publikáljuk, hát hogyha akkor megváltozik a böngészőknek a működése, és jobban fognak működni. És amikor mi is belementünk a browser fingerprinting kísérletekbe, akkor ez volt az egyik motiváció, hogy hát ha azok az ötletek, amikkel mi előállunk, hogy lehetne ezt az új lenyomatozást megnehezíteni, ezt venni fogják a böngészőgyártók, és akkor ezért nehezebbé válik. Ugye a múltkor említettem, ez nem történt meg, de legalább mondjuk a Torban, illetve más anonim böngészőben is azért ez megtalálható, ez a funkció. Ezt már a múltkor elmondtam, ami itt igazából ezen a szlájdon van, de ugye a lényegi gondolat az megint ugyanez. Ha van egy nagy adatbázis, amiben a böngészőnek az attribútumai benne vannak, akkor megint az a böngésző vagy eszköz az ugyanúgy jól azonosítható lesz egy ilyen nagy adathalmazban, és ezért van az, hogy azok a cégek, amik ilyet csinálnak, akár több milliárd rekordból álló adatbázisokkal is nagyon vígan tudják követni a felhasználókat. Egy másik érdekesség, ami praktikus jelentőségében is komoly hatással bír. Ugye az, hogyha mondjuk valakinek az online tartalmát, mondjuk híreket, amiket ír, vagy blogposztokat, amiket fölrak, azokat lehet valamilyen módon de-anonimizálni. Ugye lehet, hogy vagy voltak olyan esetek, amikor mondjuk valaki például a munkahelyét kritizálta, most nem azt mondom persze, hogy ez egy pozitív cselekedet, de mondjuk ilyen esetben volt olyan, hogy valaki lebukott az illető, és akkor kirúgták, vagy mondjuk akár nem a munkahelyét kritizálta, csak olyan dolgokat írt le, amivel a munkahely nem értett egyet, és aztán ezért rúgták ki. De ugye ez azokban az esetekben is érdekes lehet, ha mondjuk valaki egy
olyan országban él, ahol nincsen szólásszabadság, és hogyha leírná a véleményét az adott kormányról, akkor abban az esetben őt elfognák, lecsuknák, és nem tudom, mi történne vele. Ugye még tipikusan ilyen ázsiai országokra gondolok, vagy még közel-keleti országokra, ahol ezt nem feltétlenül lehet megtenni. És hát az már régebben egy ismert dolog volt, hogy azért vannak az írási jellegzetességek, amiket ki lehet emelni egy írónak a szövegéből, amik azért őt jól azonosítják. A különbség egészen eddig a cikkig, most amiről beszélek, az volt, hogy ezt nem tudták úgy algoritmizálni, hogy akár mondjuk ez nagyságrendileg is ez működőképes legyen. Tehát ha mondjuk van egy író, és mondjuk van 100 000 blog, és abba kell megtalálni, hogy melyik az ő blogja. Ugye? Hát és ezt mutatták meg ezek a kutatók 2012-ben, hogy már pedig ez működik. És ugye a szövegnek az egyik nagy hátránya, hogy ez egy nem struktúrált adat, mint ellentétben az összes eddigi példa, amiről beszéltem. És hát ők úgy tették ezt struktúráltá, hogy ilyen nagyon apró nyelvi ilyen eltéréseket, mint mondjuk egy since-t, vagy inkább because-t szeret használni az adott író. Ilyeneket elkezdtek kigyűjteni, ha jól emlékszem, több mint 100 ilyen apró attribútumot kigyűjtöttek, és aztán ezeket a profilokat kezdték el visszaellenőrizgetni, és készítettek egy olyan ilyen számítógépes programot, ami Markov láncok segítségével képes volt visszakeresni ilyen stílus profilokat, és fogtak egy viszonylag nagyobb blog adatbázist, amiben 100 000 blog volt begyűjtve az internetről, és akkor elkezdték azt megnézni, hogy mennyire jól lehet ezzel a Markov láncos módszerrel visszakeresni szerzőket, és hát egész hatékonynak bizonyult a módszerük. 3 posztot, hogyha megmutattak ennek a Markov láncos kis algoritmusnak, akkor az eseteknek az 1/5-ében jól be tudta azonosítani gyakorlatilag azt, aki írta azt a 3 blog bejegyzést. Ami azért lehet érdekes, mert mondjuk például lehet, hogy valaki leírja az egyik blogba a politikai véleményét, egy másik blogban meg mondjuk recepteket. Ugye itt a kontextus más, és egyébként ők is úgy csinálták, hogy ne legyen kontextus függő ez az összehasonlítás. És akkor ebben az esetben, hogyha az egyiket álnéven írja, a másikat meg valós néven, akkor vissza lehet keresni az illetőt. Viszont ennek a módszernek az volt az érdekessége, hogy ez a Markov láncos megoldás, ez nem egy választ adott ki, hogy akkor szerintem ez lesz az, hanem így rangsorolta ezeket a találatokat, és ugye, hogyha nem 100 000 blogot kell átnézni, hanem mondjuk csak 20-at, akkor ugye mégis kézzel is lehet azért ezen dolgozni, és lehet finomítani az eredményeken, és ezt ők is megnézték, hogyha az első 20 találatot megnézték kézi ellenőrzéssel is, akkor ez a találatirány felugrott 35%-ra. Mert ott volt benne valahol a helyes találat, amit aztán egyéb különböző ilyen paraméterekből ki lehetett találni, vagy hogyha több poszt állt rendelkezésre, akkor pedig még megint egy magasabb találati arányt tudott produkálni ez az algoritmus. És hát erről a későbbiekben nem akartam beszélni, úgyhogy most ezt itt elmondom, hogy milyen hatással vannak ezek az eredmények az online szólásszabadságra, hiszen ezek a számok nem tűnnek nagynak, de mondjuk, hogyha valaki egy olyan helyen él, ahol az életét kockáztatja mondjuk azzal, hogy egy blogot vezet, és azok az esetek állnak föl, mondjuk, hogy 1/3 valószínűsége van annak, hogy el fogják kapni, azért azt erősen meg fogja gondolni az illető, hiszen akkor a tétje annak, amit csinál. Ugyanígy, hogyha mondjuk ezt esetleg följebb tornásszák, akkor ugye ez még inkább így van. Viszont ugyanebben a cikkben azt is találták, hogy nagyon könnyű elsajátítani másoknak az írási stílusát, meg vannak olyan programok, nyilván nem, mondjuk nem magyar nyelvre, hanem angol nyelvre, amik képesek úgy kicsit beavatkozni a szövegezésbe, hogy ezek az algoritmusok elbukjanak. Jó, tehát, hogy az a szerencse ennél a findingnál, hogy azért ez a fajta visszakövetés, ez könnyen kijátszható. Aztán egy másik eredménye, mondtam, hogy maga ez az egész helyzeti információ, meg hasonló dolgok, ezek nagyon nehezen kezelhetőek private módon, és nincsenek olyan algoritmusok még, amik ezt általánosabban megoldanak ezt a problémát, de rengeteg szolgáltatás van viszont, ami ezekre épít, ugye azok a szolgáltatások, amik lehetővé teszik, hogy feltöltünk képeket, posztokat, mellé rakja a helyzetünket, vagy akár csekinálhetünk, hogy most éppen ebben az étteremben vagyunk, ezen a koncerten, vagy nem tudom. Ezeknél fölmerülhet, hogy hát mégis mennyire azonosítanak bennünket, még akkor is hány éven tesszük ezt a
tevékenységet, ezek a helyzetinformációk, illetve az időzítések, amik ezt kötődnek. Vagy ugye egy másik probléma, ami talán életszerűbb, hogyha valaki kerül is ezeket a szolgáltatásokat, tegyük fel, valakinél van egy okostelefon, bekapcsolva hagyja rajta a wifi-t, és aztán utazik a városban. És gyakorlatilag, hogyha elmegy mondjuk egy ilyen hotspot mellett, akkor ez detektálni fogja ez a hotspot, hogy ott járt valaki ezzel a MAC adresszel, ami ugye nem egy személyes információ, vagy nem olyan könnyen visszakereshető, de mégis ad egyfajta információt annak, aki több mondjuk ilyen hotspottal rendelkezik, hogy mi az adott helyszínen jártunk. És az a helyzet, hogy vannak olyan algoritmusok, amik csupán ezt az egy dolgot felhasználva, hogy hol voltunk és milyen időben, képesek beazonosítani. Először 2012-ben kisméretű gráfokra, vagy hálózatokra, vagy ilyen adathalmazokra mutatták meg, hogy ez működik. Tehát mondjuk egy ilyen 100 résztvevőre, utána most a következő ilyen nagyobb áttörés, az idén volt, ahol meg tudták ezt mutatni már több százezer ilyen rekordra is, hogy ezek visszakereshetőek, és erre konkrétan fogok is majd egy példát mutatni, hogy hogyan. Gyakorlatilag hát egy nagyon egyszerű elv segítségvel tudják ezt megcsinálni. És ez néhány példa volt, amivel egy ilyen betekintést szerettem volna adni, hogy merre tartunk és hogy hol tartunk. Remélem, az sikerült azért érzékeltetni, hogy gyakorlatilag ezek a szolgáltatások, ezek abszolút nem private módon üzemelnek, és hát, hogy azért halad előre a technológia, vannak olyan szolgáltatások, vagy olyan dolgok, amiknél azért jó lenne látni, hogy ezt private módon is meg lehet valósítani. Ugye Magyarországon még csak most kezdték el bevezetni nagyon sok helyen az ilyen okos mérőeszközöket, amik automatikusan jelentik ezeket az adatokat. Amerikában ez már nem egy új jelenség, ott már gyakorlatilag olyan cégek vannak, akik arra szakosodtak, hogy gyakorlatilag millió számra vásárolnak háztartásokról ilyen információkat, és gyakorlatilag a különböző fogyasztási adatokból algoritmusaikkal meg tudják azt mondani, hogy milyen mosógépe van az illetőnek, és utána ezt el tudják adni mondjuk egy konkurens mosógép gyártónak, hogy akkor tegyen ajánlatot ennek a háztartásnak, hiszen adott esetben akkor ők vevőek lesznek erre. Tehát gyakorlatilag vállalkozások már ebből meg tudnak kint élni, és hát ez persze mindenkinek a személyes ügye ki, hogy érzi magát, de nem biztos, hogy én mindenkinek el akarom mondani, mi minden van a lakásomban, mert nem rá tartozik. Ezért ez egy kicsit olyan furcsa dolog, de hát ugye a másik ilyen problémakör ugye ez a hordozható technológiák, amik, ahogy elnézzük, gyakorlatilag egyre több információt akarnak gyűjteni, például egészségügyi adatokat, az akár sokkal érzékenyebb is lehet, mert lehet, hogy mondjuk egy biztosítást drágábban kapunk meg azért, mert kiderült rólunk valami információ, vagy lehet, hogy a munkát nem fog megkapni valami miatt valaki, mert megint lehet róla tudni valamilyen információt, és hát ezek sokkal inkább ilyen privacy-szenzitív dolgok, és jó lenne, hogyha itt is lennének ilyen megoldások, amíg ezt kezelhetővé tennék, vagy egy még komolyabb kihívás, amit mondjuk ma még nem érzékelünk a hétköznapi életben, de ott van a genetika területe is, gyakorlatilag most már $1000 elérhető, hogy valakinek a genomját megy. Tessék? 100 dollárnál már? Az egész genomot nézi, $100 meg a exomnak a jelentős részét. Ahol gondolom vannak a jelentős ilyen SMP-k. Aha. Jó, hát de gyakorlatilag ez egyre filléresebbé válik, és ugye, hogyha ez kiderülhet, hát ugye ezzel az a probléma, hogy egyrészt ez egy teljesen jól működő, nem lecserélhető hosszú távú azonosító, ráadásul nagyon sok érzékeny információt tartalmazunk, és ráadásul nem csak rólunk, hiszen gyakorlatilag két random embernek a genomja 99,5%-ban egyezik, de rokonoknál viszont meg 99,9%-a gyakorlatilag az egyezés. Így például, ha valakiről kiderül, hogy valamilyen betegségre hajlamos, akkor ez a másokról is elárul információkat. Tehát ez egy nagyon érzékeny terület, és mondjuk nem csak a fogyasztókat, vagy mondjuk az adatalanyokat érintheti, hanem akár cégeket is, hogy úgy tudjanak dolgozni genomokkal, hogy mondjuk ne derüljön ki bizonyos információ, amit nem akar felfedni az, aki ez a genom, de mondjuk a cégnek, hogyha van egy millió dollárokon kifejlesztett eljárása, hogy mondjuk milyen génekből milyen dolgokat állapít meg, akkor ez se derüljön ki, mert mondjuk ezt adott esetben akkor más cég is már elkezdheti alkalmazni, tehát ez egy komoly üzleti veszteség lehet, és ezen a területen gyakorlatilag az utóbbi egy-két évben ugrásszerűen megnőtt a cikkeknek a száma, és több kutatócsoportra tudok, akik most jelenleg ilyen területen dolgoznak, mert hát úgy tűnik ez lesz egy ilyen komolyabb terület, amire föl kell készülnünk, és azt gondolom, hogy van is ebbe ráció. Jó, hát
eddig gondoltam az eltekintést, biztos, hogy még lesznek más területek is, majd hát idővel úgyis bővíteni kell ezt a szkópot. És most nézzük meg, hogy mi az, ami összeköti ezeket az eseteket. Nagyon sok olyan hintet azért már így megejtettem, miközben beszéltem ezekről a dolgokról, ami ezt alátámaszthatja. Ugye az egyik probléma, hogy hát viszonylag kevesen vagyunk a Földön ahhoz, hogy nehéz legyen minket leírni, ami azt jelenti, hogy hát ha mondjuk vagyunk 7 milliárdan körülbelül, akkor az 33 bittel gyakorlatilag mindenkit el lehet egy egyedi számmal látni, és ugye 14 milliárdhoz meg csak mondjuk még egy bit kell, tehát hogy ez viszonylag egy olyan jól skálázható megoldás. És ami azt is jelenti viszont, hogyha valakiről 33 bitnyi információt meg tudunk szerezni, akkor azzal ő már jól azonosítható lesz. Ugye már csak az a kérdés, hogy milyen olyan háttérinformáció van, amivel mondjuk egy adott helyzetben ezt vissza tudjuk ellenőrizni, hogy valóban őről van-e szó. És hát gyakorlatilag ezek a megoldások mind pont erre hívták fel a figyelmet. Illetve itt látható egy ábra abból a kutatásból, ami a Netflixes kísérlethez kapcsolódik. Ez jól bemutat még egy tulajdonságot. Itt ezen a tengelyen az látszik, hogy mennyire hasonlítottak az egyes rekordok egymáshoz. Itt pedig az van föltüntetve, hogy ez a rekordok hány százalékát jelenti. És hát igazából látjuk azt, hogy ha a rekordok hasonlóságát elkezdjük növelni, ez egészen mondjuk egyig mehetne el, ugye drasztikusan csökken a rekordoknak a száma. Magyarul minden nagyobb hasonlóságot várnánk el két rekordtól, annál kevesebb ilyen rekordot találtunk. Magyarul ezek a rekordok nagyon eltértek egymástól, és igazából ennek az az oka, hogy ezeknek az attribútumoknak, amik megjelentek ebben az adatbázisban, a használtsága az egy ilyen heavy-tail eloszlást követett, ami azt jelentette, hogy voltak olyan filmek, amit nagyon sokan megnéztek és értékeltek, aztán szépen ez így elkezdett lecsengeni, és ezért az a része, ami viszont a farok részben volt, azok nagyon egyedivé tették azokat a felhasználókat, akik értékelték ezeket a filmeket, és ezt használták fel aztán végül ezekben az algoritmusban, vagy konkrétan most itt ebben az esetben, hogy visszakeressék őket. És az általában véve viszont igaz a többi rendszerre is, meg majd másra is. Most egy olyan példa volt, amit szándékosan kihagytam, közösségi hálózatokat, de ott is igazából pont ugyanez lesz a probléma. Jó. Hát, amit eddig erről el lehet mondani, ahova most eljutottunk, ugye az látszik mindenképpen, hogy vannak nagyon hasznos alkalmazások, amiről nem lenne jó lemondani, és valóban szükség van arra, hogy kiadjanak adatokat, amit lehet kutatni, lehet rá alkalmazásokat fejleszteni, mert ezeknek valóban van egy hasznossága, de viszont nagyon sok olyan probléma is felmerül, amire nem tudunk egyáltalán vagy nem tudunk választani, vagy pedig nem tudunk megnyugtató választ adni. Ugye egyrészt az, hogy vannak anonimizálási technikák, amiket már láttunk, de ezek gyakorlatilag ezeken az adathalmazokon nem működnek. Például pont az ilyen, ez a heavy tail eloszlás és a ritkaság miatt, de majd ezt mindjárt konkrétan erre fogok is egy példát mondani. Egy másik probléma, hogy például a kriptográfiában azért már vannak olyan módszerek, amivel mondjuk tudunk hitelesíteni egy eljárást. Persze azok sem tökéletesek, tehát mondjuk ugye ott van például a XOR, amiről tudjuk, hogy ez egy feltétel nélküli biztonságot adó protokoll, aminek megvannak a maga korlátai, de hogyha van egy elég nagy kulcsunk, akkor elég jól tudunk vele titkosítani. Míg vannak a feltételes biztonság kategóriában eső dolgok, mint mondjuk a DASH, meg a hasonlók, aminél azért tudjuk valahogy ellenőrizni, hogy az mégis mennyire megbízhatóan titkosít, és tudunk róla mondani dolgokat, de ez a fajta szisztematikusság sokkal inkább hiányzik itt a privacy területén. Gyakorlatilag néhány éve vannak olyan technikák, amiknél már tudunk egy bizonyítható privacy-ről beszélni, de sajnos ezekben az esetekben sem tökéletes azért a helyzet, erről is mindjárt meg fogok majd beszélni. És hát jó lenne legalább, hogyha egy olyan szintű ilyen szisztematikusságot el tudnánk kérni, mint a kriptográfiában van. Bár ugye ott is gyakorlatilag azért ez a probléma fennáll, hogy van mondjuk egy algoritmus, amiről azt mondjuk, hogy abban meg lehet bízni, aztán kiderül 10-20 év múlva, vagy mégsem. Ugye a DASH-nek ez a tipikus példája, aminél kiderült utólag, hogy mondjuk az NSA az már régebb óta tudott egyfajta technikáról, amivel hatékonyabban lehetett törni, és aztán talán a 90-es években jutott el odáig az akadémiai kutatói kör, hogy ugyanezt megtalálják. És a másik probléma itt a privacy problémáknál, hogy
Ha visszaemlékeztek arra az IMDb-s esetre, ott ugye nem is maga az eljárás volt a probléma, hanem egyszerűen az, hogy egyre több információt gyűjtünk, egyre több információt tartalmaznak szolgáltatások, és ott az IMDb-nél is, vagy a Netflix-nél is gyakorlatilag azon múlt az anonimitás, hogy milyen háttérinformációt tudunk hozzárakni az anonim adathalmazhoz. És gyakorlatilag ez a probléma, ez bármikor fönnállhat, hogy nem tudjuk, hogy egy ilyen mértékű információgyűjtésnél milyen adathalmazokat fognak tudni esetleg elővenni, és a mi általunk kiadott anonimizált adathalmaz mellé tenni, és ezzel mondjuk adott esetben kompromittálni a benne levő embereknek a privacy-ét, és hát erre nehéz fölkészülni. Jó. Hát mit lehet csinálni mégis ezekben az esetekben? Itt is két csapás irányt szeretnék bemutatni. Persze mind a kettőre aztán van több ezer cikk is, úgyhogy azért ez tényleg csak egy ilyen felületkarcolgatós betekintés. De az egyik megközelítés, amivel meg lehet védeni az adatokat, ez a k-anonimitás és iránya. Nem tudom, hogy hányan hallottatok már erről. Jó, nem egy bonyolult dologról van szó. Ez, amit klasszikusan például ilyen relációs adatbázisokban vagy más hasonló dolgokban használtunk, aminek az a lényege, hogy ha van egy adathalmazunk, és abban mondjuk nincsenek is explicit azonosítók, de vannak olyan attribútumok, amik kvázi azonosíthatóak lehetnek, ugye például valakinek itt tudjuk a születési dátumát, akkor vissza lehet keresni, és egy olyan érzékeny információ ki tud róla derülni, amit ő egyébként nem szeretne közzétenni. De ha van egy ilyen adatbázisunk, akkor azt akkor tudjuk elmondani, hogy az a key anonymity-t elérte, vagy ugye az angol key anonymous, ez az adatbázis, hogyha minden egyes rekordhoz van legalább még K-1 olyan rekord, ami pontosan ugyanezzel a kvázi azonosítóval rendelkezik. Jó, mert ez azt jelenti, hogy ha valakiről tudjuk ezeket a kvázi azonosító információit, és megpróbáljuk visszakeresni, akkor nem egy találat lesz, hanem biztos, hogy K-találatunk lesz, ami egyfajta bizonytalanságot fog okozni annak a tükrében, hogy most pontosan mi is az az információ, amit mi róla tudni szeretnénk. És nézzük meg ezt egy példán keresztül. Tegyük fel, hogy publikálnak egy ilyen egészségügyi adathalmazt, és ebből nincsen semmilyen azonosító, ami személyesen azonosítaná az embereket. De mondjuk egy munkáltató rendelkezik egy másik adatbázissal, amiben vannak nevek, benne van néhány másik információ is, de olyan érzékeny dolgok nincsenek benne, mondjuk vallási, egészségügyi vagy más hasonló dolgok. És hát ezt a kettőt, hogyha egymás mellé rakja ez a munkáltató, akkor már is ki fog derülni, hogy van olyan munkavállalója, akinek volt már szívinfarktusa, vagy mondjuk HIV-fertőzött. És hát ugye a kérdés, hogy mit lehet tenni. Most például erre tipikusan egy jól alkalmazható megoldás a k-anonymity, amiben gyakorlatilag ilyen azonosítókban egy ilyen információ elnyomást, vagy pedig eláltalánosítást szoktunk használni, és hát nézzük meg ezt, hogy lehet alkalmazni. Ugye az első, hogy megvegyük a születési dátumot, és akkor ezt egy 10 évre próbáljuk meg elnyomni, kiveszünk belőle egy karaktert, és akkor ebben az esetben ez már is egy kicsit jobb lett, ez az egészségügyi adatbázis, hiszen ugye eddig azt tudtuk mondani, hogy a John az influenzás volt, innentől kezdve ez az információ már egy-ketted valószínűségűvé fog válni, de ez nem tökéletes, hiszen mondjuk Emilyről, meg Dave-ről továbbra is tudunk információhoz jutni, hiszen a város az őt azonosítja. És hogyha ezt tovább visszük, és elkezdjük általánosítani a város információt, akkor el fogunk oda jutni, hogy bárkiről szeretnénk információt megtudni, senkiről nem fogunk tudni biztosat mondani, legfeljebb csak azt, hogy egy-ketted valószínűséggel ilyen, vagy egy-ketted valószínűséggel olyan információ derült ki róla. És ezt alkalmazzák is, tipikusan mondjuk például itt a K-nak, ami ugye az anonimitásnak a mértékét határozza meg, azt szokták mondani, hogy a 30-40 körül kell lenni ahhoz, hogy az valamit úgy igazán érjen, és hát ennek a kutatásnak a nyomán aztán meg számos további olyan módszer is megjelent már, amit alkalmaztak, hiszen ugye egy tipikus probléma ezzel a megközelítéssel, hogy ugye például itt látjuk, hogy milyen eloszlása van az érzékeny adatoknak, és egy támadó mondjuk alapesetben csak ezt tudja, ugye ezt az általános eloszlást. De hogyha a k-anonymity-t alkalmazzuk, akkor még mindig meg fogja tudni azt tenni, hogy például
Johnnál egy-ketted valószínűséggel van a flu, illetve egy-ketted valószínűséggel van a stroke, ami már egy pontosabb információ annál, mint amit az általános eloszlásból tudni lehetett. És például, hogyha van több adatbázis, akkor azokból egyre pontosabb információt tud összerakni magának, amiből viszont meg jól lehet azt érzékelni, hogy minél több adat kerül nyilvánosságra, annak ellenére, hogy alkalmaztunk anonimitást, és ilyen anonimizáló algoritmust, annak ellenére a privacy az romlani fog, és egyre inkább erodálódni fog. És hát érezhetően, hogyha nagyon nagy mértékű az a fajta ilyen megfigyelés, amivel találkozhatunk, és egyre több adat kerül be különböző cégeknek a gyűjteményébe, annak ellenére, hogyha mégis valamilyen módon anonimizálva vagyunk, és ezek anonimek, amik kikerülnek rólunk, hosszabb távon akkor is meg fog törni gyakorlatilag az anonimitás. Illetve hát a másik probléma, hogy ugye az előző esetben beszéltem arról, hogy gyakorlatilag az egy tipikus probléma ezekben az esetekben, hogy a rekordok nem hasonlítanak egymásra, és ugye ebben az esetben azt követelnénk meg, hogy legyen kádarab olyan rekord, amik hasonlítanak, és ugye, hogyha például filmeknél nézzük, akkor gyakorlatilag annyi helyről kéne kiszedni például a szavazatokat, hogy gyakorlatilag ezzel magának az adatnak a használhatóságát tennénk tönkre. És pontosan emiatt a ritkaság miatt ez a key-anonymity technika nem alkalmazható ezekben az esetekben, vagy hogyha alkalmazzák, akkor gyakorlatilag olyan kicsi lesz a használhatóság, hogy ezt nem akarja praktikusan egy cég majd megtenni. Jó. Mutatok egy másik példát, hogy például az ilyen location privacy esetekben ez mennyire van így. Tegyük fel, hogy mondjuk van egy város, ahol vannak bizonyos útvonalak, amikkel rendelkezünk a felhasználókról, és ezen az ábrán most itt van három útvonal, amit pont úgy választottam meg, hogy kicsit hasonlítsanak egymásra. És tegyük fel, hogy ezt key-anonymity-vel szeretnénk kiadni, és hát abban az esetben vannak olyan algoritmusok, amik ezt már egész jól meg tudják csinálni, levágják azokat a részeket, ahol nagyon nagy eltérések vannak az útvonalakon, és akkor kiadnak egy olyan ilyen trajektóriát, amiről azt lehet mondani, hogy ott legalább három felhasználó volt, aki járt, és akkor innentől kezdve ugye valaki megnyugodhat, hogy róla nem került ki semmilyen érzékeny. De mi van akkor, hogyha például ezek az útvonalak mindegy kórház területén érnek véget, vagy valami más érzékeny területen? Abban az esetben, annak ellenére, hogy key-anonymity-t alkalmaztunk, továbbra is kikerül egy érzékeny információ, hiszen mondjuk, hogyha valaki tudja, hogy én ezen az útvonalon és ezen az útvonali ponton átmentem bizonyos időben, akkor ebből az anonimizált trajektóriából már ki lehet találni, hogy vajon hova mehettem. És ez megint privacy veszteséget jelent. Na. A key-anonymity az tipikusan arra lenne alkalmazható, meg az összes társa, ami aztán ezt a technikát követte, hogy konkrétan adatokat adjunk ki. Egy másik megközelítés, és vannak olyan kutatók, akik arról beszélnek, hát igazából ez két iskola, és van, aki az egyikben jobban hisz, a másikban pedig kevésbé, és fordítva, de hát valójában tényleg nem rokon értelmű technikákról van szó. Szóval a másik iskolának a vezetője az a differential privacy, aminek az a lényege, hogy van valamilyen algoritmus, ami egy bizonyos adatbázisról mond meg dolgokat, például, hogy mennyi az átlag, mennyi a szórás, vagy akár másan dolgokat, ami mondjuk egy üzleti alkalmazás szempontjából érdekes lehet. És ez akkor lehet mondani egy ilyen algoritmusról, hogy az megfelel a differential privacy-nek egy bizonyos epsilon paraméter mellett, hogyha van két adathalmazunk, amelyek csak egyetlen egy rekordban térnek el egymástól, akkor ez az algoritmus akkor is nagyjából ugyanazt az eloszlású válaszokat fogja kiadni. Most a gyakorlati nyelvre ezt lefordítva, bár igyekeztem egy kicsit konyha nyelvesebben mondani, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag annak az egy személynek, aki különbözik ebbe a két adatbázisba, nem lesz akkor a hatása az outputra, hogy lehessen az outputból következtetni ennek a személynek a magasságára, vagy más érzékeny tulajdonságára. Jó, ez így remélem így érthető. És az az előnye a differential privacy-nek, hogy itt már van bizonyítható privacy, tehát hogyha ezt egy rendszerre alkalmazzák, akkor meg lehet ott mondani, hogy az biztosan privacy-t fog garantálni, be lehet lőni, hogy ez milyen epsilonnál mit jelent. És ez nagyon hasznos tud lenni, de pontosan amiatt, hogy itt ilyen algoritmusokról van szó, itt nem lehet kiadni a teljes
adatbázist, hanem csak valamilyen query-t lehet rajta futtatni, illetve én olyan megoldásokról hallottam még, ahol ezt a differential privacy eljárásokat alkalmazzák magára az eloszlásra, és akkor azután, hogy megvan az eloszlás, generálnak valamilyen szintetikus adatot, és akkor utána azt adják ki. De hát mind a kettőnek azért megvannak a maga korlátai. Egyrészt, hogy nagyon sokszor cégek vagy nem tudják megmondani előre, hogy milyen dolgokra lesznek kíváncsiak, és hogy akkor nem lehet előre úgy belőni, akkor még csak ezt a hármat lehet majd lekérdezni, de viszont az biztos private lesz a rendszerből. Meg a másik, hogy én ugyan nem ismerem ezeket az eljárásokat, vagy nem olvastam erről, csak tudom, hogy vannak ilyen cikkek, amik ilyen ezzel a szintetizálós megközelítéssel operálnak. Biztos ezek nagyon jól tudnak működni, én a gráfoknál már próbálkoztam azzal, hogy én is ilyen szintetikus gráffelületű algoritmusokkal kísérleteztem. Ezek úgy tényleg nagyjából jól működnek, de mindegyik valamilyen modell alapján próbálja megközelíteni a valóságot, és mindegyik nagyon el tud térni attól, amivel a valóságban tapasztalat szerint találkozhatunk. Úgyhogy hát ezzel kapcsolatban is megvannak a fenntartásaim, de hát jelenleg itt tart a tudomány. És hát mutatok egy példát, hogy azt mégis hogy kell elképzelni, egy kicsit gyakorlatiasabban. Ugye tegyük fel, hogy van egy lekérdés, ahol megkérdezik, hogy van egy csoport, és azon belül mennyi az átlagos vércukorszint, és akkor kijön a végén egy érték, és utána föltesznek egy másik lekérést, akkor a hölgyeknek mennyi a vércukorszintje, és hát itt csak egyetlen egy férfi volt a Bob, ő nem volt benne akkor ebben a második lekérdezésben, és kijön egy eredmény a végére. És hát ebből ugye meg lehet mondani, ha tudja a támadó, hogy csak a Bob tekintetében tért el ez a lekérés, mennyi a Bobnak a vércukra, pedig ugye ezt nem akartuk kiadni. És hát akkor mit lehet csinálni? A differential privacy azzal a megoldással jön, hogy akkor adjunk hozzá zajt. Most ebben az esetben -2 és 2 közötti egyenletes eloszlású zajt adtam hozzá ezekhez az adatokhoz, ami egyébként elég nagy, de azért, mert most kicsi az adathalmaz, ezért muszáj volt ilyen nagy zajt hozzáadni. Ugye a differential privacy az főleg akkor működik nagyon hatékonyan és jól, hogyha nagy az adathalmaznak a mérete, mert akkor egy kis zajjal is már el lehet egy-egy embernek a saját tulajdonsági értékeit fedni. És akkor hozzáadjuk ezt a zajt az adatokhoz, látszik, hogy akkor itt lesznek eltérések. Itt ebben az esetben ez egy 7%-os eltérést adott ki, amit kiszámoltam, másiknál 1% alatt volt az eltérés, ami nagyon szimpatikus, viszont, hogyha ugyanezt Bobra megnézzük, akkor nála eléggé torz lesz az eredmény, amit kapni fogunk, hogyha megpróbáljuk ezt a támadást végrehajtani, amit az előbb is csináltunk, és ebben az esetben már inkább ez a 27%-hoz fog közelíteni, vagy 20%-hoz fog közelíteni az eltérés, ami itt is szerepelt. És hát a differential privacy-nek az egyik problémája azon, hogy nagyon jól hangzik meg vannak ilyen csábító dolgok benne, hogy ez bizonyítható privacy-t ad meg hasonlók, de az egyik nagy hátránya, hogy nagyon nehezen alkalmazható. Ez nem egy olyan eljárás, amit megcsinált valaki egyszer, és utána levesszük a polcra, és akkor ráhozzuk az üzleti modellünkre, és minden rendben lesz. Ugye mondtam, nem minden adatnál használható, nagy adathalmaz kell hozzá, adattípustól is függő, hogy lehet használni, de nem tudunk bármit lekérdezni, és bárhogy lekérdezni. Tehát vannak ilyen hátulütői, és hát az a kutató, akinek a Twitter accountjáról kiemeltem ezt a hozzászólást, ő nagyon differential privacy párti, de hát nem olyan régen publikált ezt a Twittert, és ebből kiderül, hogy még ő is igazából csak 2 darab olyan alkalmazásról tud, ahol valóban használnak differential privacy-t. Az egyik egyébként például pont a Google Chrome-nak az egyik ilyen megoldása, most ez a rapor, ahol ilyen browser crash információkat gyűjtenek felhasználóktól, de viszont ezt differential private módon kezelik, és akkor így nem lehet kideríteni azt, hogy egy felhasználónál mondjuk, hogy pontosan mi is történt, de kapnak arról egy képet, hogy hol, meg milyen esetekben, meg milyen események hatására romlott össze a böngésző. De hát ez jól mutatja igazából, hogy lehet, hogy van mondjuk ebben a témában 1000 cikk, vagy 2000, de a gyakorlatban sem ez nem jelenik meg, mert hát komoly nehézségek vannak. És hát éppen ezért én úgy látom egy kicsit, hogy vannak az alkalmazások, meg vannak ezek a privacy megoldások, de egy kicsit még más irányba épül a híd, és még nem találkozott középen.
Remélem, hogy azért ebben lesz változás. Éppen ezért én azt gondolom, hogy most nem arra van elsősorban szükség, hogy ilyen nagyon érdekes, sok szummás, meg integrálós, meg bonyolult cikkek szülessenek, hanem azt kutassák kutatók, hogy milyen praktikus megoldásai vannak a differential privacy-nek, és valahogy ezen a területen legyen előrelépés, hát reméljük, hogy majd lesz ilyen. És akkor most szeretnék áttérni arra, hogy közösségi hálózatokban hogyan lehet ezeket az eljárásokat alkalmazni, és most mélységében azt szeretném bemutatni, egy algoritmus, amit 2009-ben publikáltak, az hogyan működött, mert az az elv egyébként, amit használtak, az részben már egyszer megjelent ott a Netflixes példában, és azóta számos más területen is használják ezt a megközelítést, és gondolom, hogy tanulságos ennek a megnézése. Na, nézzük meg, hogy mi egyáltalán az a probléma, modell, amivel találkozhatunk közösségi hálóknál. Ugye van egy közösségi hálózat, ebben vannak valamilyen adatok, vannak benne nevek, azonosítók, meg vannak benne érzékeny információk, és lehetnek olyan esetek, amikor ezt egy szolgáltató szeretné kiadni, mert mondjuk egy üzleti partner fizet ezért, vagy szeretnék kiadni, hogy kutatók foglalkozzanak vele, és mondjanak érdekes dolgokat, mondjanak új algoritmusokat, amit aztán föl tudnak használni. Persze aztán lehet azon vitatkozni, hogy ezt a legtöbb cég már ebbe a fázisban megtenné, és nem anonimizálná, de nézzük meg, hogy szokták mégis anonimizálni akkor, hogyha ezt megteszik. Ugye az első az, hogy leveszik az egyértelmű azonosítókat, és egy kicsit módosítják a struktúrát, és akkor ebben a formában megpróbálnak létrehozni egy az eredetire azért hasonlító, de különböző tulajdonságaiban viszont nem túlságosan eltérő, de mégis anonim adathalmazt, amit már ki lehet adni, és azt feltételezik, hogy akkor az ebben levő érzékeny információk vallásról, politikai nézetekről, szexuális orientációról vagy más dolgokról, ezek már kellően biztonságban lesznek. És hát nézzük meg, hogy ez a fajta naív megközelítés ez miért nem működik. Vegyünk egy ilyen anonimizált adathalmazt, amit az előbbi eljárásnak megfelelően kiadtak, és benne vannak mondjuk a politikai nézetek, vannak benne demokraták, meg republikánus emberek, és tegyük fel, hogy van valaki, aki szeretné megtudni, hogy pontosan kik is voltak ezek az emberek, mielőtt anonimizálták volna ezt az adathalmazt, és itt is az volt az ötlet, mint a Netflixnél, hogy akkor vegyünk egy olyan háttérinformációt, vagy kiegészítő információt, aminek a segítségével majd ezt vissza tudjuk keresni, és akár például ez lehet ugyanaz a közösségi hálózat, de lehet akár egy teljesen másik közösségi hálózat is, amiből egy ilyen crawlerrel begyűjtjük a kapcsolatokat. Tehát mondjuk ez lehetne akár egy Facebook, ez mondjuk egy Google+, és akkor ebben az esetben próbáljuk meg valahogy a párosításokat megtalálni, melyik csomópont az egyikben, melyik másiknak felel meg. Na, és akkor ha esetleg van tippetek, akkor most bevonlak titeket is, hogy szerintetek hogyan kellene ennek nekiesni. És most próbáljuk meg arra koncentrálni, hogy most csak ilyen, tehát ne feltételezzünk valami extra tudást, hanem csak kapcsolatrendszerből próbáljuk meg ezt a problémát valahogy kezelni. Helyi alapon közeljön. Hogy? Helyi alapon. Az mit jelent? Hát, hogy mondjuk ez a délnagrák például, hogy hol lakik. Aha, hol igen, csak... Igen, csak most nincs több adatunk, tehát próbáljuk meg abból kiindulni, amit a szlájdon van. Az ember alapvetően jellemző a szociális hálóban elfoglalt pozíciója, hogy hány kapcsolattal lehet. Uh-huh. Aha. Tehát én azt mondom, hogy a Alice meg a Greg ez a valószínűleg a számmal rendelkezik. Uh-huh. Ez az első ja, ez egy jó megközelítés. Tehát például lehet azt mondani, hogy ugye az, hogy hány kapcsolat van, az fokszámnak mondjuk a gráfoknál, hogy mekkora fokszámú csomópontok vannak, és akkor rögtön észre lehet azt venni, hogy hát a Dave-nek van a legnagyobb fokszáma, neki 5 a fokszáma, és ebben a másik hálózatban van itt a 3-as, akinek szintén 5 a fokszáma, de nincsen más, aki hasonló lenne az egyikben a másikban, és akkor lehet azt mondani, hogy nagy valószínűség ez a kettő egymásnak megfeleltethető. Vannak olyan típusú személyek, akiknek távoli csomópontokat kötnek össze, tehát ilyen híd szerepet töltenek be. Uh-huh. Például az
dév és a fret között ugye 1-2-3 ugrás lenne. Igen, csak ezzel az a probléma, hogyha mondjuk itt 100 milliós nagyságrendről gondolkozunk, hogy nem biztos, hogy ez ki is ugrik abból a gráfból. De mondjuk ez az, hogy kinek van a legtöbbje, az még tipikusan kiugrik, mert mondjuk Twitteren mondjuk, mint egy Barack Obama-nak van több millió vagy 10 millió követője, abból nem nagyon van olyan sok. Tehát az viszonylag jól visszaellenőrizhető. Egy ilyen csoport. Na, így van. És ez az alapgondolat egyébként, amit ők is alkalmaztak, hogy nézzük meg, hogy kik a kiugróak, és utána pedig nézzük meg a kiugróknak a szomszédait. Ugye például Harry, neki 2 a fokszáma, ő nem kiugró ezzel, mert nem csak Harrynek, hanem Carolnak is 2 a szomszédja van, és itt is ugye van 2 ilyen csomópont, de viszont, hogyha megtaláljuk Dévet, akkor tudjuk, hogy neki a Harry a szomszédja, akinek 2 a fokszáma, és ebből megint már csak egy van ebben a hálózatban. És ez egyfajta ilyen lokális találat. És ezek az algoritmusok tipikusan úgy néznek ki, hogy van egyfajta ilyen inicializálás, amikor ilyen szídeket keresnek, és aztán pedig van egy ilyen iteratív második fázis, amikor már van egy újraazonosított halmaz, és akkor az ő szomszédikat kezdik el így dagasztani. Vannak persze olyan cikkek egyébként az irodalomban, amik azt mondják, hogy hát mi csináltunk egy algoritmust, ami ezt az inicializálást, ezt kiküszöböl, és csak ilyen iteráció van benne, de általában igazából inkább arról van szó, hogy beépítették az inicializálást a második részébe, de az az alapelv az akkor is ugyanez, mert akkor legfeljebb az iteráció kezdődik a jobban kiugró csomópontokkal, és az elv az ugyanaz. És hát amikor ezt a cikket publikálták, akkor ezt egy elég érdekes eseten mutatták be. Volt egy kiegészítő információ, egy Flickr adathalmaz volt, 3 millió nóddal és 53 millió éllel, és volt egy anonimizáltnak tekintett adathalmaz, ami egy Twitter gráf volt, 200 ezer nóddal és 8,5 millió éllel, és megkeresték, hogy hány olyan account lehet a kettőben, ami mind a kettőben megtalálható, és ilyen location, felhasználó név, valódi név, meg ilyeneknek az összehasonlításával találtak 27 ezer ilyen fiókot, és ez volt az úgynevezett Grand Truth, amit úgy vettek, hogy akkor ezt, hogyha az algoritmust ráeresztik erre a két adathalmazra, akkor ezen a Grand Truth-on tudják megnézni azt, hogy ebből hány találatot talált meg, helyesen, illetve tévesen. És ezzel lehet ugye verifikálni, hogy az algoritmus az most jó vagy nem. És ők egy hasonló dolgot csináltak, majd a részleteket kicsit később el fogom mondani, ez most egy saját ábrának az algoritmusok a lefutásából, amilyen párosításokat keresett az egyes csomópontok között, és azt találták, hogy ebből a 27 ezerből 30% helyes találatot meg tudott találni, és 12% volt csak a téves találatoknak a száma, úgyhogy elég hatékony eljárást találtak, és valóban azt lehet mondani, hogy azóta én nem nagyon láttam olyan cikket, ami ezt globálisan tudta volna felülmúlni. Bár mi most dolgozunk egyen, ami úgy tűnik, hogy ezt fogja, de még ez a jövő zenéje, hogy meglátjuk majd, hogy pontosan milyen eredményekre jutunk, de egy-kettőt majd mutatok a végén. És akkor hogy csinálták? Mi volt az inicializálás? Mert ugye ez a fokszám alapján történik, ez egy nagyon egyszerű megközelítés. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez rossz, de ők egy ilyen fifikásabb ötlettel álltak elő. Az volt az ötlet, hogy vegyünk a háttérinformációban egy 4-es klikket, és olyan klikket keressünk, amiben a csomópontoknak magas a fokszáma, náluk azt hiszem 80-nál volt meghúzva a határ, és akkor utána ezt a klikket elkezdték keresni a másik gráfban, és akkor erre kitaláltak egy algoritmust, amivel jól össze lehet hasonlítani, hogy tényleg egyezik a kettő. És ez elég hatékonyan is működött, 150 csomópontot találtak meg így, és utána ezzel kezdték el ezt az iteratív futtatást csinálni. A cikkben nem szerepel, de mondjuk viszonylag sokat olvastam már a cikküket, itt azért vannak olyan dolgok, amik ilyen műhely titkok, de azért a munkából szem kitűnik, ugye egyrészt az, hogy klik azon az adathalmazon, amit ők használtak azon például ilyen más mérésekre, az a LiveJournal Graph-ból volt, azon nagyon jól működik ez a fajta klikkes tevékenység, de hogy ugye például a klikkeknél itt meg volt említve be a cikkbe, hogy ők magas fokszámú csomópontokat választottak a klikkekhez. Ez például azért lehet fontos, mert ugye ha van egy 3 milliós gráfom, és abból keresek klikkeket, az egy nagyon időigényes dolog tud lenni, de azt mondom, hogy legyen 80 a minimum fokszám, akkor egész kicsi gráfot fogok kapni, amiből már nem kell olyan sokat próbálkozni, hogy végre legyen egy találatom. Tehát vannak ilyen apró trükkök benne, és aztán persze sok más cikk volt, ahol aztán
meg nekik is volt aztán 2 évvel később egy cikkük, ahol nem ezt a technikát használták, hanem például a legnagyobb fokszámú csomópontokat használták inicializáláshoz. És hát az inicializálás egyébként az egy eléggé kritikus része az egész folyamatnak. Ők tettek erre ilyen félmondatos utalást a cikkben, hogy hát attól függően, hogy hány csomópontot kell találni az elején, hogy az elegendő legyen az inicializáláshoz, az sok mindentől függ. Ők nagyjából ennyit írtak róla, de én utána egy cikkben, és végülis azért a kapcsolódó irodalomban először, de megmutattam, hogy azért ez ennél sokkal kritikusabb kérdés. Az eredeti cikkben is van egy ilyen tulajdonsága az algoritmusnak, amit ők úgy hívnak, hogy phase transition, ami azt jelenti, hogyha van egy adathalmaz, és ott elkezdjük ezeket az inicializálásnál felhasznált csomópontokat növelni, van egy pont, ami után viszonylag kevés hozzáadásával, már gyakorlatilag az a nem találtunk semmitből, megtaláltunk mindenkit be, az algoritmus nagyon hamar átmegy. Majd még lesz egy-két ilyen ábra, itt azt lehet látni, hogy mekkora a helyes találatoknak az aránya, itt pedig az, hogy hány csomópontot használtak fel inicializáláshoz, és van 3 hálózat, amit én használtam ennek a kimérésére, és hát látszik az, hogy van olyan hálózat, ahol egy bizonyos beállításnál 25-26% körül van a találat, vagy 28, vannak olyan hálózatok, ahol többet képes megtalálni, és hát van olyan hálózat, ahol az algoritmus 200 csomóponttal már megtalálja a maximumot, amit el lehet érni, de hát vannak olyan hálózatok, ahol mondjuk 750-re van szükség. Na mindig, ez csak egy ilyen apróság, és abban a cikkben, amire utaltam, ott például azt mutattam meg, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen algoritmust választunk itt az elején, mert ezek az algoritmusok nagyon eltérnek. Tehát például van olyan algoritmus, hogy most a zölddel, ez most az nem is lényeges, hogy ez milyen, de például ez a zölddel kiemelt algoritmus egyszerűen, hogyha például valaki ez az algoritmus által megtalált csomópontokat használja inicializálásra, akkor egyszerűen az algoritmusra sose fogja tudni elérni az elméleti maximumot a találatokban. És vannak olyan, és az is látszik viszont pedig, hogyha ügyesen választunk algoritmust, akkor nagyon kevés csomóponttal is már el tudunk indulni, míg más algoritmusoknál viszonylag többet kell megtalálnunk. Tehát például, most akkor ez itt a kék, ami itt látszik, ez a top nodokat jelöli, tehát például ennél az adathalmaznál, ahol ezek a mérések voltak, hogyha választunk 40 nódot, a legmagasabb fokszámú 40 nódot kiválasztjuk, akkor az algoritmus már meg fogja tudni találni az összes olyan nódot ebben az anonimizált gráfban, amit csak lehet. De kevesebbel ez nem megy, míg mondjuk itt van ez a piros, aminél már 5 nód is elegendő ahhoz, hogy már el tudjon indulni ez az algoritmus, és már találjon embereket az anonimizált gráfban. Tehát látszik, hogy ennek van egy komolyabb jelentősége, és ehhez kapcsolatban csak érdekességképpen akkor elmondom, hogy az a megoldás, amit ők választottak, éppen a legjobb volt sok szempontból, tehát pont, hogyha magas fokszámúak a csomópontok, pont a klikket használnak, és pont abban az adathalmazban, ami mértek, ez pont a lehető legjobb választások egyik, ezt ők nem részletezték, de utólag ezt sikerült így ebből rekonstruálni. És akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez az algoritmus, amit ők kitaláltak. Nagyon hasonló egyébként ahhoz, ami ott azon a Móriczka példán is volt, de nem tűnik jelentős különbségnek, amit most majd itt látni fogtok, de rengeteg múlik rajta. Mert ezt azért mondom, mert mi is több ilyen algoritmus variációt konstruáltunk, és nagyon nagy különbségeket kaptunk, és a fő különbség az, hogy amikor itt van ez az ismert gráf, és az i-nek keressük a párját az anonimizált gráfon belül, akkor nem mindegy, hogy hogyan normalizáljuk azokat a pontszámokat, amik meghatározzák a lehetséges jelölteknek a jóságát. Jó, mert a Móriczka példában ugye gyakorlatilag arról volt szó, hogy van egy csomópont, amit keresünk, tudjuk, hogy neki megvannak már ezek a szomszédai találva a másik gráfban, és akkor ugye azt néztük, hogyha itt van, és neki van a C és D szomszédja, akkor valószínűleg a 10-es lesz majd ebben a gráfban, hiszen itt a C vesző, D vesző az ő szomszédja. És gyakorlatilag az ő algoritmusuk azt csinálja, hogy vesz egy csomópontot, amit szeretne újraazonosítani, és utána pedig veszi az ő már azonosított szomszédainak a párjait, és akkor azt mondja, hogy valahol az ő szomszédságukban van benne az, akit az i-nek keresünk, és akkor ebben az esetben minden egyes nódnak
ad egy-egy pontszámot, akik ebben benne vannak, annak az arányában, hogy hány szomszédjuk van az i-nek a mappelt szomszédai között. És ezt az értéket, ezt normalizáltan is teszik. Ebben az esetben konkrétan azt úgy számolták ki, hogy megnézték, hogy hány ilyen szomszédja van, és utána ennek az itt levő csomópontnak a fokszámának a négyzetgyökével leosztották. Most ez egy elsőre kicsit furcsának tűnik, hogy most miért pont így csinálták. Nagyon egyszerű a magyarázat, van egy halmazoknál használt hasonlósági metrik, amit úgy hívnak, hogy koszinusz hasonlóság, ami annyit jelent, hogy ha van két halmaz, nézzük meg az átfedő, tehát mind a kettőbe, tehát nézzük meg a metszetüket, és utána pedig osszuk le mind a kettő számosságának a mértani közepével. Egyébként itt van ezen a képleten. És gyakorlatilag ők így konstruálták meg ezt a pontozási mechanizmust, ami annyit jelent, hogy van az i, az ő ötleíró halmaz legyen az ő már felismert szomszédainak a halmaza, és utána vegyük ezeket a csomópontokat, és gyakorlatilag őket is azonosítsa az a halmaza, akit már felismertünk, és akkor nézzük meg ezeknek a koszinusz hasonlóságát. Tehát az algoritmusok gyakorlatilag ezt csinálja. Annyi a különbség, hogy minek utána az i az ebben az esetben rögzített, ezért ezt kihagyták a képletből, és ezért lett ez a hasonlósági metrika, amit ők használtak. És így ki lehet számolni minden egyes csomópontnak a fokszámát, vagy a pontszámát, és akkor utána pedig meg kell nézni, hogy van-e ezek között olyan, aminek a többihez képest jobb a pontszáma, tehát van-e egy olyan, ami legjobb jelöltnek mondható, és utána pedig azt el kell dönteni, hogy ez a legjobb jelölt, ez elég jó ahhoz, hogy ezt elfogadjuk tényleges párosításnak, vagy pedig esetleg keressünk inkább másikat, mert lehet mondjuk, hogy valami ilyen anonimizálás miatt módosult a struktúra, és csak ezért kapott egy kicsit több pontszámot, mint a többi. És ezt ők egy ilyen kiugrosság metrikával csinálták, ezt az eccentricity-ként jelöltem itt a szlájdon, ami úgy történik, hogy vesszük ezt a ponthalmazt, vesszük a legjobb értéket, a második legjobb értéket, és utána a kettő különbségét leosztjuk a csoportnak a szórásával. Ez megmutatja, hogy a legjobb érték mennyire tűnik ki a többihez képest, és bevezettek egy paramétert, amit tetának neveztek el, és hogy a tetával lehetett azt szabályozni az algoritmusnál, hogy mekkora a kiúrósággal kell rendelkezni a jelöltnek ahhoz, hogy az algoritmus elfogadja. Tehát mert ha a teta például nagyon kicsi, akkor bármilyen találatot elfogad, és egy ilyen mohó módon kezd el az algoritmus viselkedni, hogyha a teta viszont pedig nagyon nagy, akkor konzervatív lesz az algoritmus, és akkor csak a biztos találatokat fogja elfogadni. Tehát amikor a tetát beállítjuk mondjuk egyre, akkor az azt jelenti, hogy az elsőnek a második legjobbhoz képest legalább egy szórásnyival kell jobbnak lennie ahhoz, hogy az elfogadható találat legyen, és ez arra jó, hogyha mondjuk egy magas tetet választ egy támadó, akkor biztos lehet abban, hogy a találatok azok pontosak lesznek, nem lesz benne hiba, de mondjuk lehet, hogy a találatok száma mondjuk csak fel akkor lesz, mint amit egyébként elérhetne. Talán erre lesz is majd mérés, mert ezeken nem szerepelt ennek a demonstráció, hogy ez hogy kell elképzelni, de van ilyen mérésem is, csak most nem tudom megmutatni, ami ennek a kettőnek az arányát mutatja. Azokban az adathalmazokban egyébként, ahol én dolgoztam, ott ezt úgy kell mondjuk elképzelni, a 0,01-es tetet találtam a legalkalmasabbnak a kísérleteimnél, ott a hozamok azok ilyen magasak voltak, mint amit itt is lehet látni, tehát az a true pozitív ráta, viszont a hiba arány az mondjuk olyan 1-2-3% körül alakult, és nem nagyon volt ennél több. Jó. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vagy elég jól mondtam, és tudtátok követni. Legalább annyira, amennyire a megértéshez most szükséges. De kérdezzetek nyugodtan, hogyha van kérdés. Na, és most akkor már elmondtam az a működését, visszatérve a Móriczka példához. Ugye a Móriczka példánál gyakorlatilag csak ezt a metszetet néztük meg, hogy hány ismerőse van a herinek, meg a másik grádban ugye annak a csomópontnak, és ez alapján hasonlítottuk, de annak nagyon nagy jelentősége, hogy mennyi a normalizálás, mert mondom, több algoritmust is kipróbáltunk, és egész eltérő eredményeket lehet kapni, hogyha ezt a hasonlósági metrikát tovább csiszoljuk, de hát ez más területeken is így van. A koszinusz hasonlósághoz például a Jaccard similarity az nagyon hasonlít, és az is mondjuk csak egy kicsi bent ér el.
ettől. No, hát hogyan lehet védekezni? Igazából ez a disszertációnak is a fő témája, ez a fajta deanonimizálás ellen. Nem tudom, hogy nektek van ötletetek, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hiszen gyakorlatilag azt láttátok, hogy ha álnéven vagytok fenn egy közösségi állon, de vannak barátaitok abban, akik valóban máshol is megtalálhatóak, ez a technika nagyon hamar meg fog titeket találni, és nem fogtok tudni névtelenek maradni többet. Aztán majd mindjárt mutatok példát arra egy 20 perc múlva, hogy mi van akkor, ha nem közösségi állóról beszélünk, hanem más metainformációra, mert ez akkor is működik. Na, mit lehet tenni ezzel kapcsolatban? Vagy ne legyél fönt? Ugye ez a másik, de... Az azért nem biztos, hogy működik egyébként, mert hogyha nekik megvannak ugyanúgy a kapcsolataik, akkor ugye csak kicsit mélyebben kell megnézni. Hát ugyanazt lehet csinálni, mint az előző esetben, ugye a zajosnál. Igen, zaj. Most kell mérni. Akkor mérni a szalvét, most is megnézni, hogy hogy kéne a gráfot úgy módosítani, hogy ne találjon. Tehát, hogy minden esetben legalább 2-3 olyan csomópontot találjon, ami hasonló. Aha. Jó. Na mindjárt megmutatom, hogy ez mennyire nehéz probléma. Ez meg ugye a modell. Tehát, hogy milyen modellből indulsz ki. Igen, és az összes modellből indulunk ki, mert ha megvan a gráfom, akkor utólag is kitalálhatok valami algoritmus. Igen. Az ellen nem lehet érdekelni. Igen. Tehát nem zajosíthatjuk úgy magunkat, hogy mindenkit és mindent bejelölünk be. Ez akkor nem osztod a szociális hálózatot. Vagy csak olyan kérdők, akinek megvan legalább 80 kapcsolata. Azok egy alsó mondták. A főső pont, hogy akinek 80, azt már nem jelölöd be, nem? Jó, igen. De egyébként ez is visszaüthet, hogy mondok erre példát megint, mert nem mindegy. Ez megint nem a fingerprinting, ugye, hogyha vagy, akkor utal vagy, mert igazán. Nem olyan könnyű. Na hát én ezt próbáltam megnézni, hogy nem próbáltam, meg is néztem, hogy ez orvosolható-e, nem könnyű orvosolni ezt a problémát. Vannak különböző megoldások, például itt a SafeBook-nak a példája, ami azt mondja, hogy az egész közösségi hálózatot rakjuk egy teljesen új alapra, a Diaspora is egyébként ezt csinálja, meg más ilyen elosztott közösségi hálózatok, és ők például egy olyan megoldást találtak ki, hogy legyen egy ilyen distributed hash table, mint mondjuk a Nutella, meg más ilyen rendszerek is használtak, és gyakorlatilag akkor erre rakjuk rá a közösségi hálót, és akkor ha valakinek kell egy profilt elérni, akkor tudja, hogy merre induljon el, megtalálja az keresett profil egyik ismerősének az elérhetőségét, és akkor ő így el tud hozzájutni. Ez jó lehet egy ilyen megoldás. Én ezt azért mondtam, hogy más megoldást kell keresni, mert ez nehezen használható abban az esetben, hogy fogok rávenni mondjuk több ezer embert, millió embert, meg mit tudom én mennyi embert, hogy használja ezt a megoldást. Tehát ez nem egy olyan jól fokozatosan adoptálható technika. Ez egy másik megközelítés, amiből szintén van rengeteg a cikkek között, hogy akkor javasoljunk olyan algoritmusokat, aminek a segítségével tudjuk úgy anonimizálni a gráfot, hogy akkor elfedjük azt az érzékeny információt, ami minket kompromittálhatna, és akkor így megmarad a utility, de a privacy is meg lesz egyben, ami ebben jól működhet, de ugye pont a Kryptonite sorozatnak az alapját adó Snowden ügyekből kiderült, hogy nem biztos, hogy a közösségi hálózatnak az üzemeltetői az majd ebben lesz érdekelt, hogy úgy adjon ki adatot. Egyrészt, másrészt meg az üzleti érdek az általában felül fogja írni ezeket az elvárásokat, hogy private is legyen maga az adat. Tehát én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan megközelítés, amit inkább el kéne vetni. És én azt gondolom, hogy az olyan megoldások jöhetnek szóba, amikor én úgy tudok használni egy közösségi hálót, hogy közben a saját privacy-met mégis meg tudom őrizni, és nem arra fogok törekedni, hogy ezt akár az egész rendszer, vagy az rendszerek az egészére tegyem. És az én megoldásomon kívül egyetlen egy olyan cikk létezik, ami hasonló technikát mutat be, és van is benne valamiféle ilyen ellenőrzés, hogy ez mennyire működhet. És amikről most fogok beszélni, ez a technika is, meg az én általam javasolt megoldás is igazából egyfajta ilyen modellezési megközelítés, tehát itt ne azt szállam várjatok, hogy majd mondani fogok egy alkalmazást, ami letölthető, és akkor ez működik, hanem itt az a kérdés, hogy van-e valami olyan stratégia, amit egy usernek lehet mondani, hogyha ő azt használja, akkor el fog tudni rejtőzni. Mert ugye amíg nem tudjuk, hogy van ilyen stratégia, addig igazából nem is lehet szoftvert fejleszteni, tehát ez egyfajta ilyen modellezési kérdés még ezen a ponton. És az a megoldás, amit valaki más javasolt, az a Friend in the Middle modell, lehet, hogy a Man in the Middle-ről jött az elnevezés, de maga az elnevezés egyébként találó
Mert az az elve, hogyha mondjuk az U és a V eredetileg kapcsolatban állnak egymással, akkor nem veszik föl ezt a kapcsolatot, hanem választanak egy barátot, aki most itt az X, és az X lesz majd, aki őket szépen összeköti, és akkor így fognak tudni kommunikálni, meg információt megosztani, mert az X az egyfajta ilyen proxy-t fog megvalósítani közöttük, és az ő megoldásukban lehetnek ilyen proxy-k, vagy akár proxy láncok is, ez már majdnem olyan, mint igazából a Tor. Hívják ezeket a proxy-t, hogy cut-out. Hol? Tükrösségnek hálózatot. Ja. De hogy az U meg a V így nem bukik, tehát ha U lebukik, akkor még a V nem biztos sem. Aha. Mert nincs meg a U meg a V között a közvetlen. Igen, csak ott az a különbség megvan most a közösség elokhoz képest, hogy ott mindenki érdekelt abban, hogy a rendszer ebbe a formában megmaradjon. Míg mondjuk ugye, hogyha itt user... Tessék? Igen, de hogy gyakorlatilag egy közösségi hálónál, ugye, hogyha egyetlen egy ilyen élet törölni szeretnék, akkor ugye három embernek kell megegyezni, és azért ez nem olyan könnyű probléma szerintem, hogy akkor most ki az, akiben mind a ketten megbízunk, ő tényleg azt fogja csinálni, meg még egy-két ilyen kérdés itt fölmerül. Minden esetre azt meg tudták mutatni ezzel a modellel, hogy gyakorlatilag, ha 10% már részt vesz ebbe a rendszerbe, akkor az egész támadás az visszaverhető. Ami nem egy olyan rossz dolog, de a túl sok egyeztetés miatt igazából szem ez egy nehézség. Másik hátrány, hát maga a demonstrációt egy olyan hálózaton mutatták meg, ahol viszonylag könnyű ezt a támadást visszaverni. Éppen ezért én is a disszertációban több hálózaton néztem meg ugyanezt, mert eléggé sok múlik a hálózatnak a topológiáján. És az én elképzelésem az a szociológiában egy viszonylag ismert, és aztán a technológiai környezetben 2005-től egy aktívan vizsgált elképzelésből jön, ugye, hogy amikor mi magunkra gondolunk, akkor van egy csomó olyan dolog, amit magunkról számon tartunk, ugye adatok, de tulajdonságok, meg szerepek, meg más hasonló dolgok. Ez a mi identitásunk, ami most itt ebben a buborékban is így tükrözve van, viszont gyakorlatilag mi magunkról és mások is rólunk nem egy ilyen egységes identitásként gondolkodnak, hanem vannak különböző ilyen részidentitások, amiből fölépül a személyiségünk, meg a különböző dolgaink, és hát lehet ezt az adatokra is kivetíteni, hogy vannak pénzügyi adataink, vannak munkahelyi adataink, vannak egészségügyi adataink, meg vannak olyan esetek, amikor semmilyen adattal nem dolgozunk, és gyakorlatilag ezt a fajta megközelítést, ezt át lehet ültetni technikai környezetbe is, hogy vannak olyan információk, amit csak az orvossal osztok, meg van olyan, amit csak a bankkal, van, amit csak a munkáltatóval, de ha elmegyek a zöldségeshez, akkor meg semmilyen információt nem fogok kiadni, hanem odaadom a készpénzt, és ez egy névtelen ilyen tranzakcióként történik meg. És aztán az volt a javaslatom, hogy azt lehetne alkalmazni közösségi hálózatokba, és meg lehetne nézni azt, hogy ha így működnénk, akkor az mennyire lenne hatékony a saját védelmünk érdekében, vagy akár így a hálózatnak az egészének érdekében, amikor úgy alkalmazunk ezt az identitásszeparációt, hogy ez egyfajta kliens-oldali megoldás, nem várom el, hogy a szolgáltató hozzájáruljon, sőt úgy csinálom, hogy ő ne is tudjon erről a dologról, így nem is tudja kiadni azt, hogy nekem itt ez a két identitásom van, és ezt utána egybe összeolvasztva kiadni, amikor az anonim adathalmaz kiteszi. És ugye ez azért is lehet egy jó technika, mert mégis ott vagyunk a közösségi hálón, tehát nem kell mindenkit megkérni, hogy menjen és használjon diaszpórát, vagy más megoldásokat, tehát ez mégiscsak egy ilyen fokozatosan adoptálható rendszer. A kérdés az, hogy ha ezt alkalmazzuk, akkor attól jobb lesz nekünk, és az ilyen fajta támadások azok meghiúsulnak-e vagy sem. Hát most több ábrát is fogok majd mutatni, ezeknél ebből a három adathalmazból, amik ilyen 50-100 ezer notebot tartalmaztak, állítottam elő kísérleti adatokat, úgyhogy minden egyes ilyen adathalmazból létrehoztam egy ilyen struktúrapárt, ahol az egyik gráf az a publikus információt jelentette, a másik az az anonimizáltat, és ez az algoritmus, most nem megyek bele a részletekbe, de egy kellően nagy átfedést tudott létrehozni, úgyhogy igazából valósághű adatokra emlékeztesse mind a kettő, és akkor erre ráereszve az algoritmus, meg a különböző beállításokat lehetett azt tesztelni, hogy működik ez a módszer, vagy nem működik. És aztán, hogyha ez megvolt, akkor utána pedig ebben az anonimizáltban alkalmaztam az identitás szeparációt, megint különböző modellek mentén, de most a részletek nem olyan érdekesek.
És hát nézzük meg, hogy akkor ez mennyire muzsikál hatékonyan, és az ábrákat, amiket látni fogtok, azt úgy kell majd értelmezni, hogy itt ezen a tengelyen látszik az, hogy hány találata volt a deanonimizáló algoritmusnak, és látszik, hogy ha senki nem használt identitás szeparációt, akkor ez például a Slashdot hálózatánál, amit én használtam, ez 35-40% körül volt. És ezen a tengelyen pedig azt látható, hogy ha a usereknek 10%-a, 20%-a, 5-5-5-5-a, 90%-ig elkezdi alkalmazni az identitás szeparációt, akkor a találati aránya az algoritmusnak az hogyan romlik. És konkrétan ebben az esetben, amit itt láthattok, az egyik esetben, amit a teli vonalat jelenti, vagy a folytonosat jelenti, az a, amikor 2 darab identitást hoztak a userek létre, a másik pedig, amikor 5-öt, és hát látszik, hogy ezekben az esetekben, hogyha már a userek 60%-a használt identitás szeparációt, akkor esett olyan mélyre az algoritmus találati aránya, hogy az már elfogadhatónak volt mondható. Ergo, ha mondjuk van a userek között 10%, aki privacy tudatos, gyakorlatilag az algoritmus majdnem ugyanott teljesít, mint hogyha mi se történt volna. És a 10%-ról azért hiszem mindenki sejti, hogy ezért már egy magas számnak mondható. És... Tessék? Igen, persze. Ugye itt azt mondod, hogy hányan találta ez a levelélyos 40, tehát az, aki 10% legalább, aki alkalmazta ezt az a saját magát, meg tudta ezzel védeni? Vagy őket is ki lehet? Mindjárt lesz erre is majd egy ábrafajta, hogy mennyi információ szivárgott ki róluk, meg lesz aztán még később, lesz még egy kicsit tovább bányalom. Mert ugye ez igazából, ez a rikorítja az algoritmusnak, ez a támadó oldaláról ad tényleg egyfajta betekintést. Egy kattintást vársz, és akkor utána megmutatom a másik felét is. Itt látható egyébként a többi hálózatban is, hogy hasonlóan történt a dolog, és igazából ennek annyi a summája, hogy gyakorlatilag lineárisan csökken az adoptáló felhasználókkal arányosan a védekezésnek a hatékonysága. És meg lehet azt nézni, amit te is kérdeztél, hogy mennyi az az információ, ami kiderül a felhasználókról. Én ezt úgy mértem, hogy ez a disclosure rate-nek neveztem el, és ezt úgy mértem, hogy van egy felhasználó, róla van valamennyi információ a rendszerben, ez most csak ugye a struktúrából mondjuk a kapcsolatokat jelenti. Nézzük meg, hogy a technikát alkalmazó felhasználók kapcsolatai közül mennyi derül ki. Ez volt a már visszajelzés. És hát itt látszik azért már a különbség, mondjuk ez józan paraszt észre is sejthető volt, de látszik azért itt ezen az ábrán is, hogy akik 2 identitást hoztak létre, azokról mennyi információ derült ki, ez egy kicsit kisebb azért ez az arány, mint amit látható a Rico-nál, ami azt jelenti, hogy azok, akik alkalmazták a technikát, azok között lehet, hogy egy kicsit kisebb volt a találati arány, mint azok között, akik nem alkalmazták, vagy összességében a rendszerben benne voltak. Ez egyébként nem igaz, és majd meg fogom mutatni, hogy miért nem. De ami viszont látszik, hogy azok, akik több identitást használtak, ugye náluk mindig az algoritmus csak egyet talált meg, és akkor ez egy sokkal jobb arány volt, viszont arányaiban ez egy kicsit jobban csökkent, mint ez. Erre is majd vissza fogok térni, hogy miért. Ami érdekes volt, és ezért mondom, hogy itt ez egy téves következtetés lehetne, hogy azt találtam, hogy ha valaki 2 identitást használt ebben a rendszerben, akkor őt jobban, könnyebben megtalálta a támadó, mint hogyha nem használt volna egyáltalán identitás szeparációt. És itt ezen az ábrán ez úgy látszik, hogy itt van ez a piros folytonos vonal, az a rendszerre jellemző átlag, itt ez a szaggatott vonal, ami pedig a recall rate azokra, akik használtak identitás szeparációt. És látszik, hogy ez az átlag fölé esik. És ez miért van? Azért, mert amikor ilyen inicializálási párosításokat keres a támadó, akkor ugye ott tipikusan olyanokat fog keresni, akik nem használtak identitás szeparációt, mert ez egy nehezebb probléma. Viszont, ugye mivel kicsi a hálózatnak az átmérője, hogyha valakinek vannak olyan szomszédai, akik nem használtak identitás szeparációt, és megtalálják őt, ezeket a szomszédokat az elején, akkor őt nagyobb valószínűséggel fogják megtalálni, amikor elkezdődik az algoritmusnak a futása. Ez érthető így? Oké. Okay. Tessék? Ez szíves. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ha neked van olyan barátod, aki nem használt identitás szeparációt, de magas a fokszám, akkor őt fogják választani inicializálásnál. És az inicializálás után az első lépésben pedig az ő barátai fogják nézni, hogy megvannak-e a hálózatban, amit te leszel majd, és téged fognak ellenőrizni. És ezért van ez az eltérés, és aztán látható, hogy mi van akkor, hogyha az inicializáláshoz ilyen vegyes szídet használok, amikor van benne identitás szeparát, meg nem identitás szeparát is, akkor rögtön ezek elkezdenek egybeesni, ezek az arányok. Mert akkor már ugye mindenkit találnak vegyesen az algoritmusok.
Ami viszont egy fontos takeaway, hogyha valaki viszont 5 identitást használt, akkor sokkal jobbak az aránya, és akkor ez már nem üt így vissza ez a használt technológia, mert ebben az esetben itt van a rendszer átlag, és itt van a két identitásos, meg a vegyes két identitás, vagy öt identitásos, és az vegyes öt identitásos, amikor a szídelés vegyes volt. Tehát ne használjunk kevés identitást, hogyha már ilyen rendszert akarunk használni, mert vissza fog ütni a privacy technológia használata. Jó. Na hát, summa summarum, én több modellt is megnéztem. Ezekben az esetekben a modell az olyan nagyon egyszerű volt, hogy létrehozunk valamennyi identitást, de nem törlünk éleket, meg nem is duplikáljuk meg azokat, amik megvannak. Ami egyébként nem annyira, szóval egy kicsit kötöttebb annál, amit valószínűleg a valóságban lehetne látni, mert vannak olyan adathalmazók, amik tartalmaznak például ilyen Twitter, meg Facebook, meg Google Plus ilyen adatokat, hogy amikor ugye ott is ilyen köröket hoznak létre az emberek, az nagyon hasonlít ehhez, csak ott ugye ez összeköthető. Míg ugye itt azt mondanánk, hogy úgy lehessen köröket létrehozni, mondjuk egy Google-on, hogy azt ne lehessen összekapcsolni az én többi identitásommal. De az ugye hasonló, és ott például vannak olyan emberek, akik azt csinálják, hogy egy embert fölvesznek több körbe is. Ugye ezért ez az algoritmusnak kedvez, mert akkor ezzel több információt bocsájtunk rendelkezésére. És ebben a modellben, amit én eddig vizsgáltam, ha volt n darab ismerősöm az identitás szeparáció szimulálás előtt, meg utána, akkor az pont ugyanannyi volt, nem töröltem, duplikáltam. És mi van akkor, hogyha megengedjük a duplikálást meg a törlést? Hát kiderül, hogy az algoritmus ezért erre sokkal érzékenyebb, erre a dologra. És itt látható, hogy már gyakorlatilag egy ilyen lineáris vonalhoz konvergál be minden hálózatban a védekezésnek a hatékonysága, de akkor is sajnos lineáris marad. Hogyha öt identitást lehet létrehozni, amikor néhány élet törlünk, néhányat meg már megduplikálunk, akkor ilyen eredményt kapunk, ami összességében azt jelenti, hogy hiába használjuk sokan ezt a technikát, nem fogjuk tudni megvédeni magunkat. Viszont, ami egy jó hír, hogyha én ezt használom, lehet, hogy a hálózat elbukik, de az én információmból nagyon kevés fog kiderülni, mert itt viszont látszik az, hogy akik ezt használták, ezt a technikát, ilyen 1-3% információ derült ki róluk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ő esetükben a recall rate sokkal alacsonyabb volt, mint akkor, hogyha ezt az előző modellt használta valaki, hiszen itt látjátok, így gyakorlatilag 3-szor annyi volt a kiderült információnak az aránya. Tehát itt a tékövé az annyi, hogy hálózati szinten nem tudtunk nyerni eddig, de viszont magunkat meg tudtuk hatékonyan védeni ezzel az algoritmussal szemben. Ugye itt megint ott van az, hogy mi van, ha jobb háttérinformáció vagy algoritmussal rendelkezik valaki, ezt nem tudjuk, de egy elég erős algoritmussal szemben van egy elég hatékony megoldás már, ami úgy jónak tűnik, praktikusan. Ez mennyire egyszerű, hogy öt különböző identitást használsz? Ez egy probléma, ezért mondtam, hogy ez egy modell szintű elemzés. De azok az eredmények, amik itt szerepelnek, viszont jó alapot tudnak arra adni, hogy ha valaki ezt algoritmizáltan meg akarja egy egységes felületre csinálni, akkor ezt lehet alkalmazni, és ott a felület meg majd elfed ezeket a különbségeket. Tehát ez mindenképpen csak így lehet, mert ez tényleg nem lehet elvárni senkitől, hogy ennyit kezeljen. Ha van egy hírférésem, akkor Twitteren azt jelenteni, hogy mondjuk csinálunk 5 darab különböző Twitter accountot, és ha followolni akarok 200 ember, akkor mindegyiket befollowolok 40-et. Az első modell igen. Igen. Ugye itt az, hogy például tőlök éleket, az még praktikusan azt jelenteni, hogy mondjuk azért meg tudom azt csinálni, hogy valakivel úgy tartok kapcsolatot, hogy mondjuk az nem publikus az a kapcsolat. Értem. Tehát itt mondjuk ezt jelenteni. A duplikálás meg az, hogy van, akit ide is fölveszek, meg oda is fölveszek. És amikor kirakok mondjuk egy tweetet, mert nyilván információt akarok magasztani magamról, akkor mi alapján lehet, hogy melyikre menjünk ki? Ez is egy olyan... Pontosan, tehát ez is összekötheti a dolgokat. Ugye egy csak ezt még gyorsan befejezem, hogy sok ilyen dolog van valóban, hogy egyszerűen figyelni kell arra a metainformációkra, tehát például, hogyha a Twittert használsz webben keresztül, akkor anonim böngészőn keresztül kell használni, és ezekre a metainformációkra is figyelni kell. Ugye itt mondom még egyszer, itt ez egy modellvizsgálat még, hogy lehet-e, aztán meg utána ez egy következő kutatási kérdés, hogy lehet ezt megcsinálni ilyen szinten, és látszik ebből, hogy ez nem olyan egyszerű probléma, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy valószínűleg most itt mindenki egy kicsit ilyen computer scientist megközelítésre gondolkodik, és ugye a legerősebb támadóhoz próbáljuk meg belőle a dolgokat, de azért hiszen már ezek az egyszerű megoldások is egy praktikus esetben azért az esetek többségében tudnak védelmet nyújtani. Na, üdvözlök újra mindenkit, itt a 20 perces kazettát cserélünk, visszakapcsoljuk, újra megpróbáljuk bekapcsolni, aztán megint bekapcsoljuk, és még mindig. Na, de a lényeg az, hogy sikerült. Hol is tartottunk?
Igen. Tehát ugye eddig az volt, ameddig eljutottunk, hogy gyakorlatilag hálózat szinten nem tudtuk megmutatni azt, hogy meg tudjuk magunkat védeni, de egyéni szinten működött a dolog, és mit lehet tenni azért, hogy ez hálózat szinten is működjön? Hát az egyik lehetőség, amit én is megvizsgáltam különböző beállításokra, az volt, hogy megpróbálhatnánk rávenni ezeket a nódokat, hogy valamiféleképpen kooperáljanak. Most nem raktam bele ide a fóliákba, ezeknek a támadásoknak az esetén viszonylag nehéz megmondani, hogy mennyire anonim egy nód, ugye? Mert hogyha fogszám szerint nézzük, akkor meg tudjuk mondani, hogy van két ugyanolyan fogszámú, és akkor ugye egy-ketted az anonimitása. Ennél az iteratív algoritmusnál ugye ezt azért viszonylag nehezebb megtenni. Nekem sikerült találnom erre egy anonimitási metrikát, és meg is mutattam, hogy ez egész jól képes ezt előre jelezni, hogy ezt a módot meg fogja találni az algoritmus, a másikat pedig kevésbé valószínű, hogy megtalálja. Ez a metrika mellett egyébként azt is megmutatom, hogy a fogszám is elég jól előre jelzi, hogy valakit mennyire tud megtalálni az algoritmus, vagy mennyire nem. És ezt a kettőt megnéztem aztán a kísérleteimben, hogy ha azokat a csomópontokat próbáljuk rávenni az identitás szeparációra, akiket jobban megtalál az algoritmus, akkor mennyire lesz hatékony a védekezés, és kiderült, hogy ez működik, nem csak a fogszámra, hanem a másik metrikára, amit én alkottam meg arra is. És látható, hogy mondjuk például itt 60% részvétel kellett, vagy mondjuk jó esetben 50, ahhoz, hogy működjön a védekezés, hogyha például a legnagyobb fogszámú csomópontokat veszük rá, akkor a 2% is elegendő ahhoz, hogy a támadás visszaverhető legyen. Ugye ez már egészen ígéretes. Persze van olyan hálózat, ahol ez fölmegy 13-ra, de összességében ez még mindig egy jó arány. Azonban ezzel az a probléma, hogy pont a legnagyobb fogszámú csomópontok lesznek azok a való életben, akiket nem fogunk tudni olyan könnyen rávenni, hogy használják ezt a technikát, mert ugye most beszéltük itt a szünetben is, hogy hát nekik valószínűleg például a reputáció fontos. És akkor megnéztem, mi van akkor, ha használjuk ezt a technikát, és mi van akkor, hogyha mondjuk néhányan nem vesznek ebbe részt, aztán 2% nem vesz részt, és így tovább, és hát látszik, hogy azért ez nagyon kritikus, hogy azok is részt vegyenek. És ugyanezt egyébként a többi esetre is el lehet mondani arra az esetre, amikor a másik metrika szerint csináljuk ugyanezt, vagy arra az esetre is el lehet mondani, amikor mindenki csak úgy részt vesz benne, kooperáció nélkül, mint ahogy a legelső esetben is ezt néztük. De hát abban az esetben is, hogyha kihagyjuk a felső 1-2%-ot, akkor drasztikusan romlik a védekezésnek a hatékonysága. Csak egy érdekességképpen, hogyha a felső 10% nem vesz részt, akkor például hiába van kooperáció, a felső 10% nélkül a hatékonyság rosszabb, mint hogyha csak úgy mindenki használna a technikát. Tehát ez így jól mutatja. Úgyhogy összességében eddig azt lehetett ezekből megmutatni, hogy mi magunkat meg tudjuk védeni, és ugye végülis arra, hogy a technikát használjuk személyesen, ez egy jó motivációs tényező lehet, de a hálózatot nem tudjuk megvédni, csak bizonyos feltételek esetén, és azért felmerülhet az a kérdés, hogy mit lehet mégis akkor tenni személyesen. És akkor itt néhány statisztikát még mutatnék arról, hogy személyesen mennyire működik ez a dolog. Maga ez az algoritmus, amiről eddig szó volt, ugye ő mindig csak egy találatot tudott adni egy nódhoz, tehát arra nem tudjuk használni, hogyha nekem van mondjuk kettő identitásom, akkor valahogy kiderítse azt, hogy az egyiket mennyire könnyű, és a másikat mennyire könnyű megtalálni, mert mindig az egyiket fogja megtalálni. Ráadásul most ezt megint nem részleteztem itt ki, de az algoritmus az egészen determinisztikus, hogyha képes megtalálni valakit, akkor azt valószínűleg mindig meg fogja találni, hogyha nem képes, akkor pedig valószínűleg mindig nem fogja megtalálni. Tehát, hogy nem nagyon vannak ilyen köztes állapotok, minimális bizonytalanság van benne, de például itt ezen az ábrán is látszik, hogy a legnagyobb pontok azok fix helyeken vannak, és egy-egy eset van, ami ezek közé esik. És én úgy módosítottam ennek az algoritmusnak a futását, hogy vettem olyan csomópontokat, akik identitásszeparációt használtak, és akkor megnéztem, hogy mi van, hogyha az egyik identitást kiveszem, akkor mennyire találja meg azt a csomópontot az algoritmus, és aztán pedig azt vettem ki, és a másikat hagytam benne, és akkor így nézegettem azt, hogy mennyire lehet megtalálni az egyes identitásokat, és ennek az eredményét lehet látni itt az ábrán, és hát látszik, hogy a legegyszerűbb esetben is azért az esetek 60%-ában nem volt semmilyen találat. Ez a kettő egyébként csak két különböző injekciózási módszert mutat be. Az egyikben látszik, hogy van véletlenszerűség és kicsit zajosabb, a másik pedig ugye determinisztikus, és nincs is benne zaj. De az arányok azok nagyon hasonlóak, és látszik az, hogy
A másik tipikus eset, ami mondjuk így az esetek 10%-át jellemezte, amikor csak az egyik identitást találtam meg, de a másikat nem. Mert itt ez azt jelenti, hogy az egyiknek a találati aránya az magas volt, a másiknak a találati aránya nulla. Jó, ezt most így tudjátok így értelmezni. És az utolsó eset, ami szintén 10% körül volt, egy kicsit több, az pedig, amikor mind a kettőt meg volt képes találni, ami azt jelenti, hogy a jelenleg ezzel az algoritmussal, egy ilyen minimális módosítással is, de az identitás szeparáció csak az eseteknek egy töredékében visszafordítható. De ugye ez megint nem egy garancia arra, hogy ezt valaki később egy jobb algoritmussal nem tudja megtenni, de jelenleg ezen a ponton ez itt áll, ez a történet. Mi van akkor, hogyha 5 identitást használunk? 5 identitás esetén azért jobb az arány, eleve a találati arány, amikor sikeresen megtalált identitásokat az algoritmus az 10% alatt volt, az jól emlékszem, hogy 7%-ra jön ki. És ide úgy raktam be az eredményeket, hogy itt az identitások vannak, az 5 darab, és minden egyes felábrázolt esetben csökkenő sorrendben raktam a találatokat, tehát mindig az első kapta a legtöbb találat, a második a következőt, és így tovább. És hát látszik, hogy itt az átlagos találat is már egész alacsony, gyakorlatilag 60%-nál van a legmagasabb találati arány, ami praktikusan annyit jelent, hogy ha 5 identitást használ valaki, akkor annak a valószínűsége, hogy az 5-ből többet is megtalálni elég kicsi, és azért még a legjobb esetben is viszonylag kicsi a valószínűsége annak, hogy meg fogja találni őt ez az algoritmus. Ergo személyes védekezésre tényleg jónak ígérkezik ez a módszer, de ugye nincsen garancia arra, hogy ezt nem fogják fejleszteni, de jelenleg ez elfogadhatónak minősül. És akkor fölmerül az ötlet, hogy akkor nem lehetne például a kianonimit itt valahogy alkalmazni, vagy valami más olyan technikát, ami egy elméleti garanciát tud nyújtani arra, hogy mi private-ek tudunk maradni. És a kianonimity úgy működhetne ebben az esetben, hogy van egy nód, aki szeretne mondjuk egy kianonimity-t alkalmazni, és mondjuk úgy, hogy van két kapcsolata, most ez a C, ez majd a következő ábra miatt fontos, csak azért raktam ki, hogy két kapcsolatát akarja elrejteni a támadó elől. Jó? És ebben az esetben itt azt csinálhatna ez a nód, hogy leválaszt magáról egy új identitást, aminek a 14-es meg a 9-es lesznek a szomszédai, és itt van még egy csomó másik nód, akiknek csak ezek a szomszédai, és akkor így el tudja azt érni, hogy legyen itt egy 6-os anonimitási halmaz. Mert ugye az algoritmus ezen az elven működik, hogy mindig az én szomszédaim szomszédaihoz fog hozzá hasonlítani. Ha majd visszanézitek a videón, akkor ez majd ott jobban ki fog jönni, de talán még emlékeztek erre. És a lényeg az, hogy akkor így meg lehetne csinálni azt, hogy akkor én két kapcsolatot elrejtsek. Persze mondjuk egy ilyen esetben, mondjuk, hogyha több kapcsolatot akarnék elrejteni, akkor az már nem biztos, hogy működne. Írtam egy algoritmust, ami ezt megnézte több hálózatban, meg több beállítás mellett. És itt látható, hogy ha 3 kapcsolatot, 5 kapcsolatot, stb. Szeretnék elrejteni, akkor hány új élet kell behúzni, hogy ez a k-anonimitás k=2-re teljesüljön. És itt látható, hogyha csak ha 3 kapcsolatot szeretnék elrejteni, akkor gyakorlatilag 1000 esetből 400-valahány esetben lehetett ezt megoldani módosítások nélkül. Egy új élet kellett behúzni az eseteknek több mint a felében, hogy működjön, de egy még mindig egy jelentősebb esetben gyakorlatilag 2 új élet kellett behúzni. Ugye 3 nem, mert tök új éleket kellett volna csak behúzni, tehát az már nem lett volna érdekes, azt azért ezzel nem is foglalkoztam. És ha megnézitek, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a száma, amit el akarok rejteni, növekszik, látszik, hogy egyre kevesebb esetben működik módosítások nélkül. Magyarul ezeknek a hálózatoknak a struktúrája annyira divers, hogyha egyszerűen egy sima k=2 anonimitást szeretnék elérni, viszonylag kevés kapcsolat elrejtése mellett, és még ugye itt nem is arról van szó, hogy én megmondom, hogy melyik 2-t, vagy 3-at, vagy 5-öt akarom elrejteni, csak rejtsünk el 2-t, vagy 3-at, vagy 5-öt, akkor is gyakorlatilag nagyon sok módosítást kellene alkalmazni ahhoz, hogy ez működhessen. Ami ugye nem, azért, nem túl életszerű, hiszen mondjuk ha 19 élet be kell húzni ahhoz, hogy elrejtsem magam, akkor az nagyon sok koordináció, nem biztos, hogy összejön, stb. Tehát ez nem működik. És igazából ez rávilágít arra, hogy a kianonimity nem működőképes sajnos ebben a formában, ebben a rendszerben. És hát ugye arról nem is beszélve, hogy ez ugye egy k=2 anonimitás lett volna, ami egy nagyon alacsony szintű privacy-t ad. Hogyha ezt még praktikusan 10-20-30-ra szeretném belőni, akkor erre esély nem lenne, hogy ez a dolog működjön. És ezért sajnos ezt elvetettem, és a következő dolog, amit meg akartam vizsgálni, az viszonylag egy ilyen józan, meg egy intuitív megközelítés, akkor hozzunk létre identitásokat, és akkor ebbe random rakjuk bele azt az érzékeny információt, amit el akarunk rejteni, és akkor nézzük meg ezt, hogy muzsikál. Ugye
Alapvetően ez egy viszonylag józan dolog, hiszen ugye az ember azt mondaná, hogy akkor létrehozom őket identitást, és akkor együtt ott valószínűséggel kisorsolom, hogy hova kerüljön bele ugye ez az információ, és akkor vagyok a legjobban rejtve, nem? Na mondjátok, mert bólogatni nem bólogatok, akkor máshogy gondoljátok, vagy most ez most itt sok infó volt itt hír. Jó, tehát a másik lehetőség, hogy akkor létrehozok 5 darab identitást, vagy valamennyit, és akkor utána egyszerűen random, egyenletes valószínűséggel belerakom valamelyikbe, amit én el akarnék rejteni, a támadó ne találja meg azt az információt. Odarakom azt a kapcsolatot, odarakom bele azt a blog címet, vagy bármilyen dolgot, amit nem akarom, hogy megtaláljon. De mondjuk az a szoftver, ami az identitás szeparációt menedzseri, az meg mondjuk az ismerősémnek fel tudja hívni a figyelmét, hogy igazából a lényegi információ ebben az identitásban van elrejtve. De a támadó ugye, meg hogyha meg is találja, nem biztos, hogy ezt fogja megtalálni, vagy ezt elrejtettem. Ugye, és hogyha pedig egy olyan támadó van, aki akár több identitást megtalál, mindig ott van a bizonytalanság, hogy vajon melyikbe rakhattam bele ezt az érzékeny infót. Hogyan tudja az ismerősök figyelmét felhívni az információra? Side channel-en például. Valami másik csatornán. Ja. Erre van a, lehet más üszkézeket. Az azért ilyen számomra kihívóra, mert a Twitter kontextusában gondolkozom, hogy ennek semmi értelme. Tehát a Twitteren miért akarsz védekezni, hogy egy olyan dolgot akarsz csinálni, hogy nem akarsz semmi, tehát így el akarsz, hogy tényleg akarsz no Twitteren fogod csinálni. Igen, tehát nem arról van szám szó, hanem hogyha a Twitter kiadja ezt a grátot, anonimizáló valakinek, akkor te mennyire vagy megtalálható valamit. Arról van szó, hogy csinálsz egy Twittert, ahol elkezded írni a réhet hackerkedéseidet, és befollowol egy csomó ismerősöd, mert tudják, hogy te vagy, de alapvetően az lenne a cél, hogy Twitter ne tudja, hogy te vagy, és tudni fogja, azért, mert a gráf alapján tudni fogja, meg a reklámozók is tudni fogják, mindenki adják, ez a probléma. És még így is el tudod juttatni ezt az információt, és persze lehetne e-mailben, de... Igen, csak hát ez olyan, hogy akkor... Azt már beszéltük ugye ennek a felhasználó szemszögéből a kényelmetlensége, ez ugye már... Igen. Szerintem preventíven sok, de lehet, hogy el lehetnek legyőzni mindeneket arról, hogy... Gyakorlatilag ez csak egy külön szoftverre tud működni, ami ezeket a dolgokat minden rejti. De összességében egyébként... Mi a célja ennek a kommunikációnak? Tehát ki a szakértő, és ki a... Igen, vannak ilyen eszközök, amiket ugyanúgy, mint a kalapácsot, mindent szögnek nézünk, és ezért megpróbáljuk belerni a falba. De, tehát a Twitterrel sem kell mindenképpen mindenbe szöget látni, mint a Java-val sem, vagy ilyesmi. Mindenre van megfelelő eszköz. Tehát, az a megoldás, hogy nem használjuk ezeket erre a célra, ami ki így szart. Ez egy propaganda lehet, eszköz. Igazából ez arra jó, hogy valóban berakd ezt az infót, és akkor utána pedig, akinek tudod, megmondod, hogy hol keresse a tűt a színakazalba, meg tudja ezt találni, és hogy mégis ott legyen. De... Még lehet, hogy egy blogposztra jobb, mint egy Twitter, ami Facebookon, honnan tudsz csinálni új accountot, hogy te egy vagy tudsz, és akkor ott osztasz meg valami proklamációt, vagy... Szóval azt javaslom egyébként, hogy most nem sok van a végéig, azt elmondom, és akkor utána folytatjuk ezt a diszkusziót. Mert egyébként valóban kellenek tényleg ez erős use case-ek, de igazából szerintem ez arra nagyon jó, hogy rámutasson, hogy mennyire nehéz ez a probléma. Ez, köszönöm, ez a helyes kérdés. Köszönöm. Na, visszatérünk rá, jó? Jó, köszönöm. Na. Na, tessék, ha majd észreveszik magukat, igen. Na, úgy mindjárt folytatjuk ezt, mert egyébként néhány szlájd van, ezt elmondom, és akkor utána meg tudjuk ezt dumálni. De igazából mondom, tehát ez arra nagyon jó rámutassa, hogy nem lehetetlen, nagyon nehéz, és akkor meg körülményes, és akkor meg minek használjuk. Tehát alapesetben egyébként én is erre azt szoktam mondani, hogy meg lehet oldani, de árhaszna mindig meg kell nézni, hogy megéri-e. Mert hogy van, amikor például, amikor a reputáció fontos, akkor már gyakorlatilag itt ugye arról van szó, hogy egy közösségi hálóra rátelepített, alternatív közösségi hálót használunk. Gyakorlatilag ugye itt tartunk. Úgyhogy, na, de a lényeg az, hogy egyébként ez a módszer valóban tud működni, azért az, hogy mindig, tehát ez a naív megközelítés, nem mindig ez a legjobb, hogy létrehozok valahány identitást, és aztán random valamelyikbe belerakom, mert mondjuk például, hogyha van egy olyan identitás, amit könnyen megtalálni, egy naív algoritmus arra ráakad, és a pontod a sorsolom ki, és oda rakom bele, akkor gyakorlatilag magam kompromittáltam az adatomat, de statisztikailag az meg nem jó, hogy ehhez igazítom a sorsolás valószínűségét, tehát kell ezen egy kicsit csiszolni, de alapvetően tényleg ez a megközelítés, ez bebizonyítható, hogy tényleg a legjobb különböző erősségű támadók ellen,
ezt a disszertációban ezt kiszámoltam. Azt hiszem mindenkinek sikerült megmutatni, hogy egyrészt van egy komoly probléma, nehéz az ellen védekezni, és most egy kicsit erre még szeretnék rárakni, hogy mennyire komoly ez a probléma, hogy mutatnék egy-két olyan példát, amivel azt érzékeltetném, hogy ha nem vagytok föl közösségi hálón, nem biztos, hogy ezeket az algoritmusokat meg fogjátok úszni. Ugye mondtam azt, hogy van az az eset, amikor van ilyen helyzeti információt gyűjtenek valakiről, például úgy, hogy nézik, hogy a smartphone-ja merre jár, de az is lehet, hogy mondjuk, nem tudom, valahogy a GSM telefonját azonosítják, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy most maradjunk a smartphone-os esetnél, van egy bekapcsolt wifi, és akkor nézzük, hogy a MAC address hol tűnik fel, és tegyük fel, hogy van egy ilyen kis wifi provider egy kis városban, aki gyűjti ezeket az infókat, itt vannak a MAC address-ek, itt vannak érzékeny területek, itt van egy kórház benne, van valamilyen gyülekezeti ház, és van a központi buszpályaudvar, és hát ebből nyilván érzékeny információ az, hogy ki az, aki itt a gyülekezeti házba jár, vagy más ilyen vallási helyre, meg a kórház is egy érzékenyebb info, és akkor lehet látni, hogy a különböző helyszíneken mikor tűntek föl ezek a MAC address-ek. Ez az információ magában még nem olyan könnyen hasznosítható, de meg lehet azt csinálni, hogyha ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen tartózkodtak bizonyos MAC address-ek, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek az emberek valószínűleg ismerik egymást. És a gyakorlatban megmutatták azt, hogy valóban, hogyha kicsit bonyolultabb módszerekkel, de ebből a táblázatos információból előállítunk egy közösségi hálót, akkor még több százezres nagyságrendben is az eseteknek a 90%-ában de-anonimizálhatóak így az emberek. Ami azt jelenti, hogy ha én valakivel együtt jelenek meg egy helyen, ahol be van kapcsolva a Bluetooth, be van kapcsolva a Wi-Fi, vagy adott esetben még ha csak a GSM is, mert ugye amíg valószínűleg ott vagyunk, nem vált mondjuk például azonosított mondjuk a készülék, akkor kiderül, hogy mi ismerjük egymást, és onnantól kezdve már csak egy lépés az, hogy kiderüljön, hogy mi kik is vagyunk valójában. Ugyanezzel az algoritmussal, amit megmutattam az előbb. Benne lehet, nem tudom. De meg lehet csinálni, ebben igen. Nem, otthon. Tehát, hogyha van otthon egy... No. És egy másik érdekesség, hogy itt ezen az ábrán, amit láthattok, ez megint egy találati arány, az a helyes újraazonosításoknak az aránya az eredeti algoritmusnál, és itt az látszik, hogy mondjuk körülbelül 80 vagy mondjuk ilyen 100 legmagasabb fokszámú nód kellett ahhoz, hogy ez egy bizonyos hálózaton, egy bizonyos beállításnál elinduljon ez az algoritmus. Ugye ez az a phase transition, amiről beszéltem, és most csak abba szeretnék betekintést nyújtani, hogy van egy projektünk a laborba, ahol ilyen algoritmusokat nézünk meg, hogy lehet ezeket fejleszteni, mert hát vannak próbálkozások, de az, hogy ilyen általában véve jobb algoritmust valaki javasoljon, olyan nem nagyon volt, ami meggyőző is lett volna. És az egyik hallgatóm csinált egy algoritmust, ami ezt az eredményt tudja produkálni, amit itt láthattok. Ez most éppen publikálás alatt áll. Gyakorlatilag ennél mondjuk olyan 10 nód elég ahhoz, hogy beinduljon a 80-100 helyett. És gyakorlatilag én az egész disszertációmban azt hittem, hogy ez a csúcs, amit el lehet érni. Hát ő megmutatta, hogy igazából ezt 45%-ra is föl lehet tornászni. 35-ről. És az az érdekes, hogy most két nappal ezelőtt mondta, hogy talált egy még jobb beállítást, amivel el lehet érni azt, hogy gyakorlatilag egy nóddal elinduljon az algoritmus, és majdnem 60%-ra föl lehet tornázni az újraazonosítási arányt. Ez ugyanazon a teszten. Tehát akkor optimizált valahogy arra a... Igen. Igen. És a legérdekesebb az egészben az, hogy voltak olyan... Tessék? Többen is kimértük. Tehát ez nem csak erre az egyre, hanem csak azért ezt hoztam, mert ezen viszonylag jól látható, meg ez nem tartalmaz minden információt. Például ennél az algoritmusnál mondjuk a hiba arány az mondjuk olyan 3-5%, de ez az algoritmus, amit itt láthattok, annál gyakorlatilag nulla. Tehát ebben az a durva, hogy amit ez megtalál, ott van 0,04% hiba,
Tehát gyakorlatilag az, amit azt talál, az teljesen jó, ebben ez a félelmetes, de mondjuk nem minden hálózat esetében jobb a találati ráta, van, amikor mondjuk 35 az egyik, és ez most csak 20%-ot, de van, amikor többet talál. De viszont az biztos, amit megtalál, szinte teljesen egy az egybe adaptálható, mert alig van benne hiba. Ezt most még így nem néztük meg. De viszont például ez, ami ezt a majdnem 60%-ot tudta hozni, de valószínűleg egyébként nagy az átfedés egyébként, mert maga a hálózatnak a struktúrája is olyan, hogy mondjuk, mit tudom én, ebben a hálózatban 30% gyakorlatilag nem megtalálható, mert vagy nagyon kicsi a fogszáma, ilyen 1-2-3, vagy pedig mondjuk ilyen anonimitási halmazba esik bele. Tehát ez a piros itt már egész közelít ahhoz, amit meg lehet ebben találni, és éppen ezért van az, hogy azért van egy komoly átfedés is ezek között. Bármi analógia, mondjuk a Fourier transformációval, amit esetleg valahol Fourier analízis. Ittenek lehet. A többinek nem. De itt igazából annyiból lehet, hogy például volt olyan cikk, ahol a periodicitást nézték itt találkozások szempontjából, és ott Fourier transformációt használtak, ahhoz, hogy meg tudják azt mondani, hogy ketten mennyire ismerhetik valószínűleg egymást. És ennél a haladó algoritmusoknál? Na igen, ezt akartam mondani, hogy van egy rakáscikk egyébként, tehát ennek az eredeti cikknek most már van egy olyan 500 hivatkozása, és... Tessék? Én a 20 éves emlékudjött be. Persze, csak mondani akarom, hogy nem tudom ezt most így mondani, hogy van, szerintem nincs, így általában véve, de azt akartam csak mondani, hogy ennek a cikknek gyakorlatilag van 500 hivatkozása, ez 2009-ben jelent meg, és vannak új algoritmusok, ezek között van olyan, ami top folyóiratban jelent meg, Hemzseg a hibáktól, aztán van olyan másik, ahol formalizálták, hogy az algoritmust leegyszerűsítették, és aztán bebizonyították erdőstényi gráfokra, hogy van benne valóban phase transition, nem nagyon használható a gyakorlatban. Van másik cikk, ahol mondjuk megmutatták, hogyha nagyon-nagyon hasonlít a két gráf egymáshoz, akkor tudnak jobb eredményeket elérni, de praktikusan ez nem alkalmazható, annyira hasonló az elvárás. Tehát sok ilyen próbálkozás van, és éppen ezért ilyen érdekesek ezek az eredmények, mert ez tényleg valamiben tudott egy előrelépést mutatni, de nagyon sok ilyen cikk ezek között mindenféle ilyen bonyolult új elvekkel, meg módszerekkel, meg képletekkel, meg ilyen különböző mérésekkel próbálja meg ezt csinálni. Most az az érdekes, hogy ezek az ötletek, amivel a hallgató előállt, az két sormódosítás az eredeti algoritmusban. A hasonlósági metrikát egy kicsit megbirizgálta, és ettől ennyire jobb lett a dolog. Úgyhogy ezt azért mondom, hogy a Fourier transformáció is nagyon megbolygatná az egészet, de hát jó ráérzett valamire, és azt elkezdte bolygatni, és ezek jöttek ki belőle. Tehát, na mindegy, ez csak egy ilyen érdekesség, mert én is így néztem, és meg most már van olyan, amit én is leimplementáltam ebből, és akkor most így mérem, hogy miket tud újdonságokat, de nem, ez nem feltétlenül ez egy jó hír, amit itt ez a dia mutat, de hát fontos ezeket felfedni, mert legfeljebb csak oda fogunk eljutni, hogy már van, aki ezt mondjuk gazdasági célú ilyen merzselésekre használja, ami meg nem tudunk róla, az meg nem jó. Vagy mondjuk az NSA. Na, hát mit lehet ebből az egészből levonni? Hát a háttér az nem véletlen, mert én azt gondolom, hogy látszik már, hogy azért sok váratlan hozama és fejleménye van ezeknek a közösségi technológiáknak, és én azt gondolom, hogy ez egy kicsit hasonlít az atomenergiához. Az atomenergiánál voltak ugrásszerű eredmények, amiket el lehetett érni a 1900-as éveknek a közepén, de nagyon hamar rájött az emberiség arra, hogy ha ezt mi elkezdjük úgy használni a hadiparban, hogy azt mi tudjuk, mert a technológia lehetővé teszi, akkor az annyira visszére fog elsülni, hogy igazából a Föld is csak egy kopár bolygó lesz, mint a többi néhány a naprendszerben. És éppen ezért letettek erről, és nem alkalmazták. Én azt gondolom, hogy sokkal burkoltabb módon, de valami hasonló van itt a közösségi médiánál, hiszen látszik azt, hogy nagyon komoly privacy problémák vannak, amikre nincsen megoldásunk. Nem is biztos, hogy lesz. Nem tudjuk azt, hogy ezek milyen társadalmi folyamatokat módosítottak, indítottak be, hogy egyáltalán visszafordítható ez az egész. És én nem azt mondom, hogy ez olyan veszélyt hordoz magában, mint mondjuk az atomenergia, de azt gondolom viszont az kellően látható és érezhető, hogy van benne egy nagyon komoly rizikófaktor, amit nem tudunk felmérni és nem tudunk kezelni. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hova fog kifutni, és hát bízok benne, hogy lesznek megoldások, amik ezeket a problémákat, amiket most elmondtam meg az előző prezentációban, azokat fogják tudni kezelni.
Hát lehet, hogy lesznek olyan problémák, amikre sose lesz ilyen megoldás, de hát jelenleg egy olyan út előtt állunk, ahol még nem látszik az út vége. Lehet ilyen is, amiben amortizáció és civilizáció vége van. Lehet, hogy lesznek jó dolgok is, amik kisülnek belőle, de ez kétesélyes, hiszen sok esetben eddig is láttuk, hogy voltak jó dolgok, amiket hoztak a technológiák, aztán ennek meg volt a hátulütője, tehát hogy lehet kapcsolatot tartani Facebookon, de az NSA is jobban rá tud keresni arról, hogy én kikkel tartom a kapcsolatot. Tehát én ilyen párhuzamokra gondolok, úgyhogy meglátjuk. Én szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy meghallgattátok meg, hogy hozzá is szóltatok.